Szeretettel köszöntök mindenkit, akik most itt vagyunk, és egy imádsággal kezdjük meg, felállhatunk, és akkor így szólítsuk meg az Urat. Drága Istenem, mennyei Atyám, én nagyon köszönöm neked azt, hogy te itt vagy velünk, és nem magunkban vagyunk csak, hanem a te nevedben, Úr Jézus Krisztus, a te nevedben vagyunk együtt, és a te nevedben jöttünk össze tanulni, érteni a te ígédet jobban, hallani a te szavadat, a te hangodat. Istenem, nagyon nagy szeretettel és hálaadással köszönöm meg azt, hogy te gondoskodtál üzenetről, van tanításod ezekben a témákban is, hogy Dániel könyvéről és Jelenések könyvéről és sok mindenről a te ígédből talán többet megtudhatunk ma. Az a vágyam és az a kérésem, Istenem, hogy a te drága szent lelkeddel, szellemeddel töltsd meg a mi szíveinket. Hadd legyünk nyitottak, hogy értsük és fogadjuk azt, ami a te üzeneted. Istenem, hálát adok a te szolgádért, Jánosért, köszönöm azt, hogy ő itt van, hogy készült azzal az üzenettel, amit a szívére helyeztél. Uram, te áld meg őt ebben, és bennünket pedig, hogy értsük és befogadjuk azt, ami a te szavadat. Köszönöm mindazt az áldást, amit készítettél. Fogadd hálánkat, dicsérünk és magasztalunk, Uram, és dicsérünk és magasztalunk azért, mert az idők a te kezedben vannak. Az, ami előttünk van, az, amiről szóltak a proféták, az, amit olvashatunk az igében, az mind a te kezedben van, és a te időzítésedben van. De Uram, mi akarunk részesei lenni, akarunk nem kimaradni a te szolgálatodból, nem kimaradni abból, hogy betöltsük az elhívásunkat, hogy lehessünk olyan gyermekeid, akik részt veszünk a te munkádban, akikre számíthatsz, Uram. Mi pedig akarjuk ezt, és szívvel és örömmel tesszük. Isten, dicsérünk és magasztalunk azért a jóért, amit te készítettél, és köszönöm azt, hogy te vagy velünk a világ végezetéért, ahogy ígérted, hogy ahogyha tanítványokká teszünk másokat, hogyha betöltjük az elhívásunkat, te ott vagy velünk, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy most is ezt tapasztalhatjuk. Dicsérünk és magasztalunk a te nevedben. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy szeretettel köszöntöm közöttünk Szarka Jánost, Derecskéről, illetve a debreceni Új Remény Baptista gyülekezetből. Nem csak oda tartozik azonban János, hanem a Logosz Keresztény Főiskolához is kötődik az ő neve. Ott tanít, ott tanár, és engem is tanított és okított hasonló dolgokra, akár Dániel és Jelenések könyve témájában, de más témákban is. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk. Én nem fogok most többet mondani, hogy kezdjük el, mert azt hiszem, hogy ami ránk vár időben és anyagban, az nem is kis falat, úgyhogy kezdjük el. Én átadom a szót neked, és akkor amivel készültél, azt mondd el nekünk. Hát annyi, hogy lesz közben szünet, van pogácsa, van teja, és a végén pedig majd fogok mondani arról, hogy mi az, ami otthoni kutatás, ami témakör lesz, és amivel lehet otthon foglalkozni. Közben meg lehet jegyzetet készíteni, és akkor ilyen módon is ismerkedni ezzel az anyaggal, ezzel a témával. Úgyhogy nagy szeretettel kérünk akkor János, hogy gyere, tiéd a mikrofon, a szó. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hozom az Új Remény Baptista gyülekezet köszöntését és a pásztorunk köszöntését is, mikor hallották, hogy fogok jönni, akkor ők küldték ezt a szeretetteljes üdvözletet. Megmondom őszintén, amikor Norbi először felkért erre a szolgálatra, és megírta nekem e-mailben, hogy milyen témába kell beszélnem, 3-szor 45-50 perc belőbb lefőttem, aztán leizzadtam, kirázott a hideg, mert nagyon hatalmas téma ez, és a mai alkalommal valóban csak arra szeretnék szorítkozni, ami a bevezetés része ennek a témának, és igazából egy kicsikét aktuálpolitikai dolog szeretném majd a végén kihegyezni a dolgot. Hát igazából azokról szeretnék majd beszélni a Jelenések könyve kapcsán is, ami napjainkban is érint bennünket, ami nagyon valóságosan közel van, hiszen a perzsa vagy a görög birodalomnak a fénykora az már régen eltelt, és nem igazán érinti a napjainkat, viszont a migráció és az utolsó idők proféciái szerintem inkább közelebb állnak hozzánk. A mai alkalommal ez a 3x45 perc úgy néz neki, hogy az első 45-50 perces blogban szeretnék egyfajta áttekintést adni a különböző értelmezési irányzatokról, amelyek meghatározzák, hogy hogyan is gondolkodunk az utolsó időkről, és majd biztos fel fogják ismerni a testvérek, hogy bizonyos könyvekben, írásokban miért így gondolkodnak keresztények, vagy miért közelítenek meg így bizonyos kérdéseket. Majd rá fogunk térni a Dániel könyvére. A következő részben befejezzük a Dánielnek az áttekintését, és elkezdjük a Jelenések könyvét. Majd a Jelenések könyvén belül is az egyház korszakával szeretnék foglalkozni, illetve nagy vonalakban, nagy léptékben átvesszük majd az utolsó időknek az eseményeit, amennyire az időnk engedni fogja.
Hoztam egy kis prezentációt. Az első igevers, amelyet szeretnék felolvasni a testvéreknek, a 2 Péter 1.19.21-ben van. Ez azért lényeges, mert egyfajta hozzáállást ad a prófétai írások tanulmányozásához. Itt a következőt olvashatjuk, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Ez egy nagyon fontos kijelentés, nagyon sok üzenet van már maga ebbe az egy ige versbe is, de itt a legfontosabb, amit szeretnék kiemelni, hogy ez a prófétai kijelentések olyan, mint a világító szövétnek. Hát a prófétai írásokat Isten azért adta többek között az Ó és Új Szövetségben, hogy világosságú legyenek számunkra. Egy olyan pont legyen, ami által el tudunk igazodni. És a végidők proféciájában ez kulcsfontosságú lesz, hogy ne a mindennapi világi médiából áradó hírek és azoknak az értelmezése befolyásolja a döntéseinket, hanem Istennek az igéje, Istennek a beszéde. Az eredeti görög szövegben a figyelmezés kifejezés a görögben azt is jelenti, hogy elmélyült kutatást, odafigyelést jelent. Hát nem csak elolvasom Istennek a beszédét, Istennek az igéjét, hanem odafigyelek rá, elkezdem kutatni, elkezdem tanulmányozni. A mai kereszténység egyik problémája, hogy egyre több hívő ember vasárnapi hívő életre korlátozza a kereszténységét, és a hétköznapokban a jó esetben meglévő kötelező, idézőjelben kötelező áhítatokon kívül keveset olvassa a Szentírást, és keveset is tanulmányozza. Én a gyülekezetünkben, mikor szolgáltam egy témában, és mondtam, hogy napi 15-20 perc bibliatanulmányozás lenne a minimum egy hívő embertől, ami naponta elvárható, megrökönyörött arcok tekintettek rám, és mondtam, hogy érdekes, hogy keresztények sokszor 1-2-3 órát elfacebookolnak, youtube-oznak, de 20 percre nincs idejük, hogy Isten igéjét a maga mélységeibe tanulmányozzák. Mivel Dániel és a jelenések könyve a témánk, itt is két kulcsigét szeretnék kiemelni. A Dániel 12.4-ben olvashatjuk, te pedig Dániel zárd be a beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. János pedig azt írja, azután pedig mondta nekem, be ne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Dániel próféta a Krisztus előtti 6. században, amikor befejez a könyvének az írását, akkor határozott kijelentést kap arra nézve, hogy ezeket a könyveket be kellett pecsételnie. Itt egy olyan kifejezés van a héberbe, ami azt jelenti, hogy a kutat betömni. Tehát az a forrás, ami ebből a könyvből felfakad, ez be kell tömni, és a végső időkig elrejtve marad. Az utolsó időkben ez a tudás meg fog növekedni. És az elmúlt 100 év a keresztény teológiában az, 150 év, amelyben a különböző utolsó időkkel kapcsolatos értelmezések, különösen a Plymouth testvérek vagy a Darby-féle teológiai vonal az, ami előtérbe hozza a proféciákat, és ezt erősítette fel az 1948-as Izrael államának a megalakulása. János viszont már nem pecsételi be a könyvet, mert az idő közel van. Itt majd a utolsó idők értelmezése kapcsán meg fogjuk érteni, hogy miért mondja ezt János apostol. Van egy rossz szokásom, ezt elfelejtem elmondani az elején, hogy valamikor hajlamos vagyok gyorsan beszélni. Ha esetleg ezt tapasztalják a testvérek, nyugodtan jelezzenek, és akkor egy kicsikét visszábeszek a lendületből. Miért is tanulmányozzuk a Dániel és a jelenések könyvét? Nagyon röviden. Először is a Szentírás proféciáinak a tanulmányozása bizonyosabbá, megbízhatóbbá teszi a profétálást. Nem csak azoknak kell a Dániel és a jelenések, illetve a Biblia profétai könyveinek a tanulmányozását megtenni, akik gyülekezetbe járnak, hanem akiknek profétai ajándékuk, profétai karizmájuk van, azoknak nagyon nagy segítséget nyújt, ennek a könyvnek a kijelentései alapján megismerkednek a profétai szolgálattal, a profétálás természetével, a profétai képeknek a miben létével. Ez nagyban segít abban, hogy ebben az ajándékban tudjunk növekedni, ha valaki ezt kapta. A második segítenek a jövőben, illetve a történelemben eligazodni, de felfedhetik a jelen rejtett titkait is, az utolsó időkről szólnak. Dániel is a jelenések könyve, de különösen a jelenések a végidőkről szól, és segítenek abban, hogy eligazodjunk a jelenben. Mert felismerjük az időknek a jeleit, meg tudjuk látni azt, hogy Isten hogyan és milyen módon munkálkodik a mi életünkben és a mi történelmünkben. A mai nap, ahogy mondtam, erről szeretnék inkább majd többet beszélni a későbbiekben.
Az eligazolás nem csak az információkat, hanem a helyes Isten félelemmel való alkalmazását is jelenti. Egy nagyon egyszerű példa, többször kaptam már meg ezt a kérdést, hogy utolsó időkben, ha mondjuk a nyomorúságot megéri a gyülekezet, akkor mit tegyen a hívő ember? Az egyik álláspont azt mondja, hogy fel kell halmozni az élelmiszereket, be kell tárazni, jól fel kell készülni az ínséges időszakra, míg a másik pedig azt mondja, hogy erre nincsen szükség. És ez mind a kettő hitből fakadó döntés. Az egyik egy illéstípusú keresztény, aki meg van győződve, hogy Isten minden napról gondoskodni fog róla, míg a másik típusú a példabeszédek bölcse, aki az írás szerint olajat és bort halmoz fel az élés kamrájában. Mind a kettő hit kérdése, egyik hívőt sem szabad elítélni, de ő a jelenben így fog tudni eligazodni, hogy amit Istentől vesz hitáltal, ő azt szerint fog cselekedni, és azt szerint fog majd élni, és tudja alkalmazni az igei igazságokat is. Isten vonzóvá teszi nekünk az ő céljait, terveit, bátorít, erősít, vigasztal, buzdít ezek által. A végidők proféciái kapcsán bizonyos keresztények nem szeretik olvasni a jelenések könyvét, vagy a nagy apokaliptikus végidőkről szóló proféciákat, mert egy félelem van bennük, hogy jaj, mi lesz velük, mi lesz a szeretteikkel, mi lesz esetleg az eljövendő időszakban az unokáikkal, leszámazottaikkal, de a bibliai proféciák pont az ellentétéről szólnak, hanem azok mindig bátorítanak, vigasztalnak és reménységet adnak. Ha megnézzük a jelenések könyvét, úgy kezdődik, hogy boldogok azok, akik olvassák. Azt nem mondja, hogy megértik, de ha olvassák, azok boldogok. Hát a bibliai proféciák nem a rémület felől kell megközelíteni, hanem a reménység felől kell megközelíteni, hogy Istené lesz az utolsó szó. A Krisztus utáni 70-ben, amikor a Jeruzsálemet lerombolja Titus 10. római légiója, akkor Maszada erődjébe visszavonul a zsidó hadsereg maradék része, és 3,5 évig kitartanak. És sokáig nem értették, hogy miért tartottak ki 3,5 évig ezek a zsidók, és később jöttek rá, találtak egy kis feliratot is, hogy ők a dánieli proféciát a 70 évét kapcsán, ezt majd kicsikét részletesebben is fogjuk venni, ők úgy értelmezték, hogy az eljövendő fejedelem népe elpusztítja a szentét és a várost, viszont ennek az időszak után 3,5 évvel később visszatér a messiás. Ezért tartottak ki 3,5 évig, de mivel Jézus idézőjel a messiás, ugyebár nem Jézus tartották messiást, akkor a messiás nem tért vissza, ezért kollektív öngyilkosságot követtek el. És hagytak egy kis cetlit, egy Ezékiel idézettel, hogy úgyis nekünk lesz igazunk, mert fel fogunk támadni. Hát ők nekik is ezt a reménységet hozta be, és végül nagyon fontos, hogy segítséget adhat az igazi és a hamis proféciák megkülönböztetésében. Az utolsó idők egyik legnagyobb veszélye és legnagyobb kihívása a keresztény gyülekezetekre, közösségekre nézve a megtévesztés lesz. Nem az éhínség, a szegénység, a nyomor, a különböző társadalmi, politikai problémák lesznek, kétségtelen, hogy azok is adnak elég kihívást, de Jézus csak a Máté 24-ben 5-ször mondja, hogy vigyázzatok. A megtévesztés, hitetés, hamis proféták, és ezeknek a száma az elmúlt időszakban exponenciálisan megnövekedett. Nagyon sok olyan magát felkentnek mondó személy jelent meg, akik a legalapvetőbb bibliai, profétai szolgálattal kapcsolatos követelményeket sem tartják meg, és hívők ezrei rendelik magukat alá a különböző videó megosztókon terjedő tanításaitok, mert úgymond ők az Istennek valami nagy emberei, holott ha apró pénzre lebontjuk a szolgálatokat és a jellemüket, akkor nem állják ki az írásokban lévő próbákat. Tehát ha a bibliai proféciákat megnézzük, azok segítenek ebben eligazodni. A Biblia alapvetően két típusú profétát különböztet meg. Vannak az alapozó típusú proféták, ezek a úgynevezett mózesi típusú proféták, akik mindig teljesen addig nem ismert új dolgot jelentenek ki, meghatározzák ennek az új dolgoknak a profétai kereteit, és a további profétai szolgálatok alapjait fektetik le. A Bibliában nagyon kevés ilyen alapozó típusú proféta van, nem fogjuk most kielemezni őket, Ábeltől elkezdve Noé, Mózes, Ábrahám, illetve Bemerítő János, illetve Jézus, és onnan lehet tudni a hamis profétákat, hogy az alapozó proféták helyébe lépnek. Jézus után már nincs több alapozó proféta, ez egészen a végidőkig el fog nyúlni, hiszen Zakariás proféta is beszél arról, hogy az 1000 éves királyságban nem lehet már profétálni, mert az hamis profétának fog bizonyulni. És csak két nagyon egyszerű példa. Jézus Krisztus azt mondja Máté 24-ben, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja, mikor ő visszatér. Ez egy alapozó típusú kijelentés. Jön XY tanító, azt mondja, hogy Jézus 2 hét múlva, 29-én vissza fog térni déli 12 órakor. Honnan tudjuk, hogy hamis proféta?
onnan, hogy Jézus kijelentett valamit, és ő ettől eltért. Jehova tanúi ezt úgy magyarázzák, hogy Jézus azt mondta, hogy azt a napot és azt az órát, de azt az évet nem mondta. És ők ezért már mondják, hogy 1914, meg 25, meg 37 és különböző időpontokat tanítanak. Ez tehát az egyik, hogy túllépnek a prófétai kereten, a másik pedig szintén hasonló dolog, hogy Jézus azt mondja, amikor ő visszajön és megalapítja az 1000 éves királyságot, akkor szemmel látható módon jön el. És ha valaki jön és azt mondja, hogy Jézus már megkezdte az uralkodását, de csak szellemi módon, a levegő égben vagy valahol, és erre hivatkozva akar különböző tanításokat adni, mert Jézus neki megjelent, meg ilyen meg olyan dolgokat kapott, akkor tudjuk, hogy hamis próféta, mert Jézus világosan megmondta, hogy szemmel láthatóan fogok eljönni. A hamis prófétákat így lehet kiszűrni, hogy ha az alapozó típusú próféták kijelentéseit ismerjük, akkor nem fogunk eltérni. És új kijelentés nem jöhet az új szövetségben. Tehát a Jézus és az apostolok által lefektetett prófétai kereten kívül új kijelentés nem jöhet. Bemerítő János is csak egyetlen egy új dolgot hozott az Ószövetséghez képest, a bemerítés szolgálatát. Minden más az Ószövetség alapokon nyugodott, egyedül a bemerítés volt az, amit korábban nem gyakoroltak olyan módon, ahogy ő tette. És ő is ezt isteni elhívással és felhatalmazással tette. Apokaliptikai és eszkatológia, bibliaiskoláról van szó, nagyon kis rövid teológiai áttekintés. Ez a rovar és a bogárnak az esete. Minden apokaliptikus írás eszkatológia, de fordítva ez nem igaz a prófétaság értelmében. Tehát minden profécia, ami van a Szentírásban kijelentve, nem sorolható bele az apokaliptika tárgykörébe, de vannak olyan apokaliptikus kijelentések, amik proféciának számítanak. Vagyis a proféciák egy része a végidőkre vonatkozik, míg egy része sokszor a jelenre vagy a közeljövőre korlátozódik. Ennek egyetlen egy oka van, az Ószövetségben a prófétákat úgy ismerték fel, hogy bekövetkezik-e, amit mond. Tehát egy nagyon rövid időintervallumú proféciai beteljesedésről beszélünk, míg az apokaliptikus proféciák, maga az apokalipszis kifejezés is azt jelenti, hogy a függönynek az elhúzása. Tehát amikor valaki apokaliptikus kijelentést kap mondjuk a Bibliából, akkor Isten elhúz előtt a függönyt és belát a színpadra. Tulajdonképpen ezt jelenti a apokaliptika. Az eszkatológia pedig a végidőkről szóló tanítás. Ennek része az apokaliptika, tehát a proféciák, amik erre az időszakra vonatkoznak, de magában az eszkatológiában benne van a túlvilági élet, illetve az eljövendő dolgoknak is a sorrendje. A Bibliában rengeteg ilyet találunk. Az Ószövetségben tipikusan ide tartozik Ézsaiás próféta 24-27, illetve 66. fejezete, Ezékiel 37-től 48-ig, Dániel könyve teljesen, Joel 2.-3. fejezet, Zakariás 9-től 14-ig. Ezeket csak felsorolom, hogy esetleg otthon lehet majd ő tanulmányozni. Az Új Szövetségben a komplett jelenések könyve, Máté 24-25, és ez ezzel párhuzamos Márk 13, Lukács 17, 20, 37, 21, 5, 36, 1 Tesszalonika 4, 13, 18 és 5, 1, 8, és 2 Tesszalonika 2, 1, 17. Ezek a klasszikus proféciák, amik kifejezetten az utolsó időkről és a végidőkről szólnak. A Bibliában az utolsó időknek, az eszkatonnak két megközelítése van. Van egy szűkebb és egy tágabb értelmezése. A keresztények általában a szűkebb értelmezést használják, vagyis azt értik utolsó idők alatt, ami közvetlenül a gyülekezet elragadtatásával, a nyomorúsággal, Jézus visszajövetelével kapcsolatos időintervallum, míg a Biblia beszél egy tágabb időszakról. A Zsidókhoz írt levél első része arról beszél, hogy ezekben az utolsó időkben Isten az ő fia által szólt hozzánk, és János is azt írja a levelében, hogy eljött az utolsó óra. Tehát a bibliai értelemben van egy tágabb értelmezés, ami Jézus földrejövetelétől, megérkezésétől számítja az utolsó időket, ezt a kifutási időszakot. Nem véletlen, hogy Jézus nemzetségtáblázat az utolsó a Bibliánkban, mert vele már elkezdődik az új teremtés, ez fog majd beletorkolni az örökké valóságba, és van egy szűkebb értelmezése, amit általában szoktunk használni keresztény közösségekben, ami a végidők eseményeivel kapcsolatos és ahhoz kötődik. Ezen kívül vannak úgynevezett apokrif írások. A Krisztus előtti második században, amikor Antiochus Epifánész megtámadja Jeruzsálemet és beszünteti az áldozatokat, disznót áldozza a jeruzsálemi oltáron, betiltja a körülmetélkedést, a Mózes 5 könyvének az olvasását, akkor nagyon felerősödtek az apokaliptikus
és a végidőkkel kapcsolatos várakozások a zsidóságban, és akkor nagyon sok ilyen nem bibliai írás születik a végidőkkel kapcsolatban. Ide tartozik az Énok könyve, Esdrás apokalipszise, Illés apokalipszise, Mózes mennybe menetelés a 12 pátriárka testamentuma. Ezek közül is a Énok könyvére szeretném a figyelmet felhívni, ugyanis az első században mind az új szövetségben, mind Jézusnál és mind Pál apostolnál megfigyelhetők az Énok könyvében leírt tanítások egy részének a hellyel közel szó szerinti ismétlése. És az Énok könyve az, amit nagyon sokáig a keresztények, még a második, harmadik században is az egyházatják is használtak a tanításaik során. Van egy külön szlájdsorozatom arról, hogy az Énok könyvében melyek hasonlítanak az új szövetségre, ezen most nem fogunk tudni végigmenni, de nagyon sok minden, különösen a jelenések könyve némely helyen szó szerint idézeteket vesz az Énok könyvéből. Ezt érdemes elolvasni, hasznos olvasmány, de olyan szempontból nem építő, hogy nem kanonikus írás, tehát nem Isten kijelentése, de nagyon érdekes, hogy sok mindenben hasonlít az új szövetségi könyvekre. Most jön egy kicsikét a rázósabb rész, ez a mélyebb teológia lesz, ezen igyekszek röviden átmenni. Ezzel, ahogy mondtam, azért van szükség, hogy meglássuk azt, hogy miért gondolkodnak még akár egy gyülekezeten belül is keresztények arról, hogy ekkor lesz az elragadtatás, vagy akkor lesz, Jézus egyszer jön vissza, vagy kétszer jön vissza, vagy hogy hány feltámadás lesz. És még izgalmasabb lesz, vagy lenne annak a végigvizsgálata, hogy az egész keresztény egyház történelemben ezek a különböző értelmezési irányzatok hogyan és milyen módon befolyásolták nem csak az egyes egyházak életét, vagy hívő embereknek az életét, hanem egy egész kontinensre, az egész földre milyen kihatással voltak ezeknek a szellemében működő teológiai iskolák. Az első az allegórikus vagy idealista magyarázat. Ez tulajdonképpen egy liberális irányzat, ami arról híres, hogy a nevében is benne van, hogy a bibliai proféciákat elszellemiesíti. Tehát a bibliai proféciákat nem szó szerintinek tartja, ami be fog következni, hanem valamilyen mögöttes értelmet keres, elspiritualizálja, elallegorizálja, és pontosan a proféciák élét veszi el, ami az előre megmondást jelenti. Ha megfigyeljük az új szövetséget, Jézus és az apostolok a proféciákat szó szerint vették, a törvényt pedig szellemi módon értelmezték. A későbbi egyházak a 4. századtól a proféciákat elszellemiesítették, és a törvényt elkezdték szó szerint venni. Ekkor jött be az egyházba, ami bejött. Ez az allegórikus irányzat a Krisztus előtti 2.-3. században jelenik meg az egyházban. Ezt a teológia alexandriai iskola néven ismeri. Ezek voltak azok Platón, illetve Filón nyomán, akik, mivel a Szentlélek már nem szólt hozzájuk, illetve nem a Szentlélek magyarázta az igét, elkezdtek mögöttes magyarázatokat keresni a Bibliában, és ekkor az allegorizálás eszközéhez nyúltak, és minden egyes proféciát, mivel a zsidóságot kirekesztették az üdvösség sorából, ezért minden ószövetségi proféciát, ami a zsidóságra vonatkozik, azt automatikusan az egyházra értelmezték, és szimbolikus beteljesedésnek tartották, ami bekövetkezett. Ebből később kialakult egy 4 lépcsős írásmagyarázati rendszer is, de a mai nap erről nem fogunk beszélni. Ennek a fő szóvívője Origenész volt, illetve a későbbi követője pedig Augustinus volt, aki olyan mélységeibe kidolgozta ezt az allegórikus írásmagyarázati rendszert és az ebből fakadó profétai értelmezést, hogy Calvin és Luther is csak idáig ment vissza, amikor a reformáció volt, nem pedig az első és a második század egyházatjáihoz és apostoli kijelentéseihez. Ez az allegórikus írásértelmezés, ahogy mondtam, a bizonyos személyekben, tárgyakban, eseményekben egy olyan szimbólumot lát, amit bárhogy lehet értelmezni. Éppen ezért például a reformáció időszakában az Antikrisztus az mindig a pápa volt, és a nagy Babilon az mindig Róma volt. Tehát mindig egy ilyen szellemi mögöttes tartalmat kerestek ezekben a dolgokban, és a katolikus egyház teológiája is ide vezethető vissza. Az egész katolikus teológiának ez a gyökere, és ez az alapja. Ugyanis ők azt vallják, hogy Jézus Krisztus nem fizikai módon fog majd visszatérni, megalapítani az 1000 éves királyságot, hanem Krisztus, miután az úrvacsorában, vagy ahogy ők mondják, a mise áldozatban, mindig megjelenik fizikai módon, ezt magukhoz veszik a hívők, és mivel így Jézus mindig jelen van az Isten tiszteleten, ergo azok a hívők, akik veszik ezeket a jegyeket, és Krisztussal ebbe a közösségbe kerülnek, ők nekik joguk és hatalmuk van Krisztust képviselni.
És Augustinus egyel továbbment, ő azt mondta, hogy Krisztus, mivel mindig jelen van a katolikus egyházban, éppen ezért az ószövetségi proféciáknak az a része, amikor a népeket vasveszővel legelteti, ezt az egyház valósítja meg Krisztus által a földön, és joga van a katolikus egyháznak a mindenkori államhatalom fölött uralkodni. Ezért volt az, hogy a későbbi államegyházból, a korai államegyházból egyházállam lett, és kialakult Gergely után a katolikus teológiának az irányzata. Egyébként ezt a katolikus teológiában parúzia az eukarisztiában néven találjuk meg. Ez tehát nagyon röviden az allegórikus vagy idealista magyarázat, ami elszellemiesíti a proféciákat, és nem vallja szó szerinti beteljesedésüket. Következő a történelmi magyarázat. Ez elsősorban az adventista teológiának a kizárólagossága. Szinte csak ők alkalmazzák ezt a fajta írásértelmezési irányzatot. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Jelenések könyvében leírt profétai kijelentéseknek nincs egy konkrét beteljesedése, hanem ha az egyháztörténelmet megnézzük, akkor mindig valakire rá lehet fogni valamit. Tehát nincs egységes értelmezése, ez a lényege. Éppen ezért az Antikrisztus lehetett Mohamed, lehetett Genghis Khan, lehetett valamelyik szultán, lehetett Hitler, Mussolini, Stalin, teljesen mindegy. A történelmi magyarázat az a mindenkori aktuális helyzetre próbálja meg értelmezni a proféciákat. A nyugati teológiában, illetve Amerikában ennek az a következménye, hogy amennyire ismerik a testvérek a keresztény irodalmat, hogy nagyon sok ilyen végidőkről szóló könyv van, és ezt ilyen Zeitung vagy News exegézisnek is hívják, hogy valaki olvas egy hírt a tévében, vagy hall egy hírt, ahhoz keres egy proféciát a Jelenések könyvéből, és ír róla egy könyvet. És éppen ezért van az, hogy mikor lerombolódott a két ikertorony, akkor mindenki miről beszélt? Babilon bukásáról például. Illetve egyes zsidó rabbik arról beszéltek, hogy mikor Jeremiás elássa a Eufrátesznek a mélyére a tekercset, az tulajdonképpen a Hudson folyó. Tehát ők ezt úgy értelmezik, ezt a proféciát. És az adventista teológiában az a nagy földrengés, ami soha nem volt még, amióta a világ van, ők azt az 1755-ös lisszaboni földrengésre azonosítják, és onnantól kezdve kezdik el levezetni a teológiájukat, és nem véletlen, hogy aki például a vasárnapot megtartja az ő teológiájukban, az nem más, mint a fennevadt bélyegének a felvétele. Tehát az nem egy fizikális bélyeg, hanem a vasárnapnak a megtartása a szombat helyett. Az adventista teológiában ez így szerepel, míg Jehova tanúinál Apollójón, vagyis a vesztő, az maga Jézus Krisztus. Ők például ezt így magyarázzák a történelmi magyarázat során. Mondanom sem kell, hogy ez sem teljesen helytálló. Van a negyedik irányzat, ez úgynevezett preterista magyarázat. Ez a preterista, ez két megközelítése van. Az egyik azt mondja, hogy mielőtt Jézus azt mondja a Máté 24-ben, hogy ezek a proféciák addig nem teljesednek be, míg ez a nemzedék él. Ők azt mondják, hogy Krisztus után 70-ben minden profécia beteljesedett, és a Jelenések 21-22 az az egyház történelmnek a korszaka, amíg Jézus vissza nem tér. Ez az egyik verzió, hogy Krisztus után 70-ben vége van minden profétai beteljesedésnek. A másik irányzat pedig azt mondja, hogy nem 70-től kell számítani, hanem Krisztus után 313-tól, amikor a kereszténység legyőzi a római birodalmat, és a kereszténység államvallásá lesz, ekkor léptünk be a Jelenések 21-22-be. Ennek van egy olyan üftörténeti kihatása, ami nagyon érdekes, ugyanis pont ebből a teológiából, értelmezésből következett az, hogyha van egy ezer éves időszak, mondjuk ha Krisztus születésétől számoljuk, vagy akár 70-től, hogy a történészek is feljegyezték, hogy Krisztus után 1000 körül egy óriási világvége várás volt. Mert azt hitték, hogy letelt az 1000 év, és akkor vissza fog jönni Jézus Krisztus. De Jézus nem jött vissza, pedig voltak akkor is már különböző járványok, de nem következett be, és akkor azt mondták, hogy nem jól számoltuk, hanem 1300-as évek elejére kell várni, mert 313-ban volt ez a konstantini teodótuszi fordulat, és akkor innentől számoljuk az 1000 évet. Igen, nem csak ez sem következett be, de ezt megelőzően történt egy olyan dolog, ami az egész reformációra kihatással volt, hogy volt egy szerzetes, egy bizonyos Joachim de Floris nevű ember, aki az 1200-as évek elején, 1201 körül írt egy tanulmányt az Örök Evangélium címmel, amiben azt írja, 1200-ban járunk,
hogy 1260-ra a katolikus egyház felbomlik, a pápai uralom megszűnik, és a hívők belépnek a Szentlélek korszakába és a lelkiismeret szabadságába. Mivel nyíltan nem szállt szembe a katolikus egyházzal, ezért főleg a szerzetes rendekbe ez a tanítása elterjedt, és mire a pápai kúria észbe kapott, addigra az összes teológiai egyetemen, ami abban az időben Európában volt, megjelent ez a tanítás, és amikor valóban nem következett be 1300-as évek elején ez a fajta nagy világ vége, ennek a bekövetkezte, innentől kezdve egy nagy csalódás volt a teológiákon, és pontosan ez a fajta értelmezés, hogy a lelkiismeret szabadsága és a Szentlélek uralma előkészítette az uralmat előbb a huszita, majd később a protestáns ébredéseknek. Tehát a preterista magyarázatból ennyi jó dolog származott, hogy az emberek elkezdték felülvizsgálni a korábbi írásértelmezési gyakorlataikat, és előkészítették a reformációt. És a futurista megközelítés, én megmondom őszintén, jelenleg ennek a híve vagyok, ez pedig azt mondja, hogy a Jelenések könyvének 4. fejezettől kezdődő szakasza még nem kezdődött el. És Dániel proféciájának egy döntő többsége, különösen ami az utolsó időkről szól, azoknak az időszakába még nem léptünk be. Ez azt mondja, hogy a Jelenések könyvének 1.-3. része zajlik, történik, de a 4. részben még nem léptünk bele, és majd később látni fogjuk, ez a 4. rész tulajdonképpen Dánielnek a utolsó évhete lesz, a 70. évhét a maga 2x3,5 éves felbontásában. Van az a millenizmus, mindjárt fogok mutatni ábrákat, hogy a testvérek ezt jobban megértsék. Lehet ezzel így mutogatni? Nem lehet, nem baj. Az amillenista irányzat az azt mondja, hogy a 1000 éves királyságról szóló részt nem szabad komolyan venni, ez egy jelképes dolog. Jézus nem fizikai valóságban uralkodik a Földön, hanem vagy a kereszténység által, van egy ilyen nézet, és van egy másik nézet, ami azt mondja, hogy a mindenkori letéteményese által, aki a római teológia szerint maga a pápa, ő Krisztusnak a földi helytartója. Tehát ők az 1000 éves királyságról szóló proféciákat nem veszik szó szerint. A millenizmus ennek az ellentétje, hogy a kereszténység döntő többség, és főleg a konzervatív keresztények azt mondják, hogy valóban lesz egy 1000 éves földi királysága Jézusnak. Itt is van egy olyan irányzat, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy 1000 év lesz, de meg fog valósulni, lehet, hogy 1200 év lesz, vagy 1500 év, de mindenképpen nem jelképes, hanem valóságos messiási uralom lesz a Földön. Aztán van a posztmillenizmus. Ez az irányzat azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak egy visszajövetele lesz, tehát nem lesz elragadtatás, hanem egy visszajövetele lesz Jézusnak a milleniumi korszak végén, amit, ahogy mondtam, ez szellemi módon értelmezik, tehát egy hosszú időszak után fog visszatérni az Úr. Mindjárt mutatok ábrákat, hogy majd egyszerűbb legyen. Van a történelmi premillenizmus, ez azt mondja, hogy a milleniumi időszak az 1000 éves királyságot meg fogja előzni Jézus Krisztusnak a gyülekezetért való visszajövetele, csak a történelmi premillenizmus azt mondja, hogy ez a nyomorúság végén lesz, míg a diszpenzacionalista premillenizmus azt mondja, hogy a nyomorúság elején lesz az elragadtatás. Igazából ez a különbség. És most nézzük az ábrákat, mert lehet, hogy így bonyolult volt egy kicsit, ugye? Ugye egy kicsit bonyolult volt? Jó. Jó. Tehát itt van az amillenista irányzat. Ahogy mondtam, a sátán megkötözését úgy értelmezik, hogy a sátán hatalma az korlátozott, tehát nem szó szerint lesz megkötözve, hanem nem tudja kifejteni teljesen a hatalmát. A nyomorúság, az egyház korszaka és a millennium az tulajdonképpen egybe folyik, jelenleg egybe van az egész mindenség, ahogy mondtam, ezt jelképesen értelmeznek mindent a Jelenések könyvében. Lesz Jézusnak egy egyszeri visszajövetele, amikor lesz majd az utolsó ítélet a Jelenések 20 szerint, és majd következik az örökké valóság. Ennek még egy teológiai következménye van, ebben most mélyebben nem megyünk bele, hogy az allegórikus írás magyarázat és az amillenista álláspont szerint Izrael népét Isten végleg elvetette, és a minden egyes Izraelről szóló profécia hatályon kívül van helyezve, illetve az egyház által lesz, vagy van betöltve, ez tehát egy antiszemita teológiai irányzat is. Ez az amillenizmus, tehát hogy minden egybe van folyva, és majd egyszer Jézus visszajön, lezár mindent, és utána elkezdődik majd az örökké valóság. Aztán vannak a posztmillenista irányzat, erről beszéltem az előbb. A sárga vonal azt jelenti, hogy van az egyháznak a korszaka. A gyülekezet itt lesz a nyomorúság időszakában,
és a millenniumi időszakban is. És az a teológiai látás, hogy a társadalom fokozatosan javul, és a kereszténység hozza létre a királyságot. Tehát nem maga Jézus fog fizikai valójában uralkodni, azért, mert maga a kereszténység hozza létre a királyságot, és odaértem az evangelizációs mozgalmakat, mert ez a fajta teológiai irányzat az 1700-as évek végén kezdődik meg, mint ahogy mondtam, a preterista irányzat bedőlt a tanítások miatt, ez került előtérbe, és ennek az volt a következménye, hogy úgy gondolkoztak nagyon sok keresztény, hogy ha minél több ember megtér, az azt jelenti, hogy egyre több újjászületett ember van. És minél több újjászületett ember van a Földön, a társadalom annál jobb lesz. Minél több, és hogyha minél több embert elérünk az evangéliummal, akkor beteljesedik az a prófécia, hogy minden népnek hirdetik az evangélium, és akkor jön el a vég. Hát egyfelől a társadalom megjobbítása volt a céljuk, másrészt pedig sietetni Jézus visszajövetelét, hogy minél hamarabb, minél több helyre eljuttatni az evangéliumot. Ezért volt az 1800-as években ezek a hatalmas ébredési mozgalmak, Amerikától elkezdve Velszik, Magyarország bekapcsolódik a nagy baptista missziós ébredés, ez személyesen is érint bennünket, és egy nagyon nagy fokú dolog volt, elkezdődött a cionizmusnak a mozgalma, tehát Izrael államának a helyreállítása is Herz Tivadar részéről, és mi borította fel ezt a teológiát, mi miatt csalódtak ebbe a később az emberek, a két világháború pontosan, hogy hiába értek el, idézőjelben hiába értek el több millió embert az evangéliummal, fordították le a Bibliát, terjesztették a Szentírást, az emberiség ugyanolyan velejéig gonosz maradt. És a két világháború után rájöttek, hogy ez a dolog alapjaiban nem állja meg a helyét, és azért mondom, ez egy üdvösséges tévedés volt, mert teológiailag nézve, mert nagyon sok ember megtért, újjászületett, nagyon sok bibliafordítás készült, de ugyanakkor a végidőkkel kapcsolatos tévedésük miatt nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket ehhez hozzáfűztek. Éppen ezért jött a második irányzat, ezek a diszpenzacionista premillennisták, akik azt mondják, hogy Izrael volt az Ószövetségben, most az egyháznak a korszaka van, és mielőtt a nyomorúság bekövetkezik, Isten el fogja vinni az ő népét, elragadja az egyházat, lesz a 7 éves nyomorúság, és Jézus akkor fog majd visszatérni erre a földre, hogy megalapítsa az 1000 éves királyságot, ahol már ott lesz Izrael, és az egyház is fog Jézus Krisztussal majd uralkodni, és majd az 1000 éves királyság végén lesz majd a nagy lázadás, a sátánnak az elengedése, és utána Isten lezárja ezt a korszakot, elkezdődik majd az örökké valóság a nagy fehér trón ítélete után. Ezek tehát azok a premillenisták, akik azt mondják, hogy a gyülekezet nem lesz itt a nyomorúság időszakában. Én is hajlok e felé az irányzat felé, és majd el is fogom mondani, hogy miért. És van a történelmi premillenizmus. Ők pontosan amiatt, ami történt az posztmillenista irányzatnál, ők az ellenkezőjét tanítják, ők azt mondják, hogy az egyház itt lesz végig a nyomorúság időszakában, a nyomorúság végén fog visszajönni az Úr az ő népéért, és lépnek be majd az 1000 éves királyságba, viszont ők a Jézusi profécia alapján, hogy a szeretet sokakban meghidegül, az utolsó időkben az emberek szeretetlenek lesznek, gonoszak lesznek, egy csomó ilyen negatív dolog van a végidőkkel kapcsolatban, ők nem azt mondták, hogy a társadalom egyre jobb lesz, hanem a társadalom egyre gonoszabbá válik. Ők ezt a részét fogták meg ennek a proféciának, és ezért azt mondják, hogy mivel a társadalom egyre gonoszabbá válik, ez a gonoszság fog tetőződni majd a nyomorúság időszakában, ez az egyház végigéli, és akkor fog majd Jézus visszajönni, amikor le fogja zárni ezt a korszakot. Ez úgy nagyjából érthető volt. Úgy körülbelül próbáltam így nagyon röviden, mert erről több órát szoktunk beszélni a teológián, végig szoktuk ezeket részletesebben venni. De csak lehet látni azt, hogy milyen sok gondolkodásmódon a végidőkkel kapcsolatban, igaz? Tehát, hogy kik miért, hogyan gondolkodnak, melyik egyház, sőt, még egy gyülekezeten belül is valaki ide teszi az elragadtatást, valaki oda teszi, valaki szeretne kibújni alól, hogy ne legyünk itt, valaki kicsikét ilyen szerzetesebb típusú baptista, az ha benne vagyunk, nyomorgunk egy kicsit, tehát vannak különböző árnyalatok. De majd fogok beszélni arról, hogy jelenlegi látásom és megértésem szerint az egyház miért nem lesz itt a nyomorúság időszakában, reménységem szerint. Nézzük a profétai kijelentések értelmezését. Ajánlottam egy kis tanulmányt
a Almási testvérnek a könyvéből, ami segítséget nyújthat majd ebben, hogy hogyan értelmezzük. Én három dolgot szeretnék nagyon röviden kiemelni, amit személyes használatban is otthon tudtok majd alkalmazni. Az egyik a történelmi vagy kulturális elemzés. Itt tulajdonképpen arról van szó, első mindig a beteljesedés. Azt kell megvizsgálni, amikor egy bibliai proféciát tanulmányozunk, hogy van-e arra történelmi vagy igei bizonyíték, hogy ez a profécia már beteljesedett, vagy éppen beteljesedésben van. Ez az első és legfontosabb, hogy ezt mindig vizsgáljuk meg. Általában van egy jó konkordanciánk vagy kommentárunk, akkor ez nagyon nagy segítséget nyújt, és ne ijesszen meg bennünket az, hogy vannak többszörös beteljesedési proféciák, vagyis vannak olyan proféciák, amik nem egyszer teljesednek, hanem többször. Tehát például pont a Dániel könyve kapcsán, mikor Antiochus Epifánészról ír az ige, azt tudjuk, hogy az Antikrisztus előképe volt, az Antikrisztus ugyanazt fogja majd tenni, csak globálisan, amit az Antikrisztus tett lokálisan abban az időben Izraelben. Meg kell vizsgálni a személyeket egy adott ige szakaszban, hogy kikről van szó, van-e erről a szeméről már korábban kijelentés, vagy éppen nincsen, és ez a személy egy jelképes személy, vagy egy szó szerinti fizikális személy. Tudjuk, hogy a Jelenések könyvében a második, harmadik fejezetben kapásból tudunk két ilyen jelképes szemét. Az egyik voltak a nikolaiták, a másik pedig Jézabel. Tudjuk, hogy nem fizikális személyek voltak abban az időben, hanem valamit jelképeztek. Jézabel a gonoszságot, és a nikolaiták pedig a tévtanítást. Aztán melyik szakaszban járunk, ez is fontos tudni, hogy egy-egy bibliai profécia beteljesedése közben éppen melyik szakaszban vagyunk. Az egyik legismertebb példa, amikor Jézus a názáreti zsinagógában van, felolvassa az Ézsaiás Lekelcsből a rávonatkozó részt, de kihagyja azt az igeverset, hogy az Úr bosszúállásának a napját. Volt egy bizonyos szakasza a proféciának, ami addig beteljesedett, de a többi rész az nyitva volt hagyva. Aztán a háttérismeretek. Például hol hangzik el a profécia, ez is fontos, hogy a ígéret földjé hangzik el, vagy éppen melyik területen, mert ez is fontos lehet. Nyelvi analízis. Hát az már egy picit rázósabb dolog. Itt vannak már, hál' Istennek, nagyon jó bibliatanulmányozó programok és szoftverek, amelyeket lehet használni, de természetesen egy kisebb fajta ismeret kell ehhez is. Azt látni kell, hogy a Biblia jó része, különösen az Ószövetség, az héber nyelven íródott. Vannak benne arám nyelvű részek, különösen a Dániel prófétának a második részétől kezdődő szakaszok. Az Új Szövetség pedig zömmel ógörögül íródott, de vannak benne arám részek is, illetve latin nyelvű kifejezések. Fontos itt megvizsgálni a rabbinikus vagy misnai értelmezést. Ez azt jelenti, hogy ha az Ószövetséget, különösen az Ószövetséget vizsgáljuk, akkor meg kell nézni, hogy akinek van rá lehetősége, hogy erről a Biblián kívüli rabbinikus írások, akár a Talmud, a Misna, a Gemara és a különböző dolgok, miket tanítottak, mert ezek nagyon nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy bizonyos bibliai kijelentéseket megértsünk. Meggyőződésem, hogy a mai kereszténység egyik problémája az, hogy elszakadt azoktól a új szövetségi gyökerektől, amelyben még az első században benne volt, és az írás értelmezésből kihagyja azokat a rabbinikus elemeket, amelyekkel mind Jézus, mind Pál is élt. Például Hillél rabbinak, aki Gamálielnek volt a nagypapája, és Pálnak a tanítómestere, Gamáliel, neki volt 7 írásmagyarázati alapelve, ami mind Jézus, mind Pál írásaiban felelhető, ők alkalmazták ezeket az írás értelmezéseket. Szótanulmányok. Ez is nagyon fontos, hogy bizonyos szavakhoz milyen témák, milyen tanítások társulnak. Különösen azokat kell megfigyelni, amelyek nagyon ritka kifejezések esetleg az ige szakaszban, és megnézni azt, hogy máshol szerepelnek-e ezek a kifejezések. És ez azért is fontos, mert nem biztos, hogy bizonyos szavak ma azt jelentik, amit abban az időben jelentett. Nagyon egyszerű példa, én mindig a hajamat borzolom, amikor hívők mondják, hogy az evangélium Istennek a dinamitja. Mert a dynamis kifejezés szerepel, de abban az időben a dynamis nem jelentett dinamitot. Tehát egy nagyon pontatlan szóképet használunk. Isten nem pusztítani akar az evangéliummal, hanem gyógyítani és helyreállítani, még a szókép se stimmel benne. Tehát az akkori kifejezést ne mai értelemmel vegyünk, hanem abban az időben, hogy a mártír kifejezés is ugyanezt jelent, hogy a mártír szó abban az időben egyszerűen azt jelentette, hogy valami mellett hitelesen tanúskodni. Egy jogi eljárásra használt kifejezés, de a magyarban már van az a kifejezésünk, hogy mártírkodik, tehát játssza a mártír, tehát a magyar kifejezésben túllép ezen a dolgon.
és felismerni a különböző semitizmusokat és hebraizmusokat. Ez azt jelenti, hogy meglátni azt, hogy mi az, ami első olvasásra nem azt jelenti, hogy le van írva. Nagyon egyszerű példa a Jelenések könyve, hogy egyik csapás kapcsán írja az írás, hogy nem adtak dicsőséget az Istennek. Itt nem arról beszél az írás, hogy nem kezdtek el énekelni karéneket vagy bármit, hanem nem tértek meg. Ez a hebraizmus azt jelenti, emlékezhetünk Ákán történetéből, hogy fiam, adj dicsőséget Istennek, és mondd el, hogy mit tettél. Tehát ez a hebraizmus, hogy nem azt kell érteni rajta, ami oda a szó szerint le van írva, hanem ami gondolat mögötte áll. És ami szintén fontos, és ebben nagyon nem fogunk belemenni, és most kérném a másik diát, hogy a Biblia. Ez egy hatalmas téma lenne szintén, de látni kell, hogy a Biblia fordításaink azok nem mindig pontosak. És az újfordítású Bibliának van egy óriási hátránya, többek között az, hogy nem teszi lehetővé a pontos Biblia tanulmányozást. Szeretnék el egy pár példát hozni, kérném a másik diát. Hoztam egy pár igeverset a Jelenések könyvéből, és pirossal kiemeltem, ami a Károli fordításban szerepel, viszont az újfordítású Bibliában nem szerepel. Az egyik ilyen, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, aki eljövendő, a mindenható. Az újfordítású Bibliában a kezdet és a vég kifejezés nincs benne. Ezt például kihagyják ebből a fordításból. Vagy a következő igeversben, amikor azt mondja az írás, hogy én vagyok az alfa és az omega, és felsorolja a gyülekezeteket, amely Ázsiában van, ezek szintén nem szerepelnek az újfordítású Bibliában. A református újfordítású Biblia egy olyan szövegvariánsra épül, ami 5000 helyen másította meg a Károli Bibliának a szövegét. És emiatt nem teszi lehetővé, hogy pontosan tudjunk igét tanulmányozni. Vagy például a Jelenések 2.13-ban azt olvashatjuk a gyülekezet kapcsán, tudom a te dolgaidat és hogy hol laksz, míg a másik csak annyit ír, hogy tudom, hogy hol a lakóhelyed. Kihagyja azt a fontos információt, hogy Isten személyesen ismeri az embert és a gyülekezetet. Kihagyja ezt a nagyon fontos kifejezést. Aztán a Jelenések 5.14-ben olvashatjuk, és négy lelkes állat mondta, ámen, és a 24-vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Az újfordítású Bibliában ez kimarad. Miért probléma az újfordítású Bibliának, hogy Jézus örökkön örökké élő? Ez nagyon érdekes dolog, hogy miért hagyják ki ezt a kifejezést. Aztán a hatodik rész első versében Jánosnak mondja az angyal, hogy jöjj és lásd, illetve a másik helyen viszont a lásd kifejezés kimarad az eredeti szövegből. Aztán szintén a 11. rész 17. versében hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy. Az újfordítású Bibliában Jézus eljöveteléről szóló részt kiszedték a Bibliából. De miért? Ugye érdekes, teljesen másabb az a értelmezése, hogy miért kell kivenni a Bibliából az, hogy Jézus vissza fog térni a földre. Ezek ilyen érdekes kérdések. Hogy a Jelenések 12.12-ben azt olvashatjuk a sátán levetetése kapcsán, hogy jaj a földnek és a tenger lakosainak. Az újfordítású Bibliában csak a tenger szó van. Miért hagyják ki belőle azt, hogy a tengeren vagy a körülötte lévő szigeteken élnek emberek, azóta nem lesz jaj? Dehogy nem. Csak valamiért kihagyják ezt a fajta dolgot. Jelenések 14.8, azt olvashatjuk, hogy a szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Az újfordítású Bibliában az Isten királyi széke előtt nincs ott. Miért veszik el az örök élet reménységét és a mennyei tartózkodást ezektől a hívőktől? Érdekes kérdés, ugye? Jelenések 20.9. A szentek táborát és a szeretett várost és Istentől a mennyből tűz szállt alá és megemésztette azokat. Az újfordítású Bibliában kimarad az, hogy ez a tűz Istentől szállt alá. Ha ezt nem olvassuk bele, akkor egy természeti képződménynek is lehet benne, hogy mondjuk egy meteor lecsapott például. A Jelenések 21-24, és a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságban járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. Az újfordítású Biblia kihagyja azt, hogy nem minden pogány fog a világosságban járni, csak azok, akik megtartatnak, szó szerint üdvözülnek. Tehát nincs egyetemes, univerzális megtérés, illetve kegyelem, csak akik meg fognak térni, és a tisztességüket is abba viszik, érdekes módon ezt is kihagyta az újfordítású Biblia.
nem vettünk végig minden részt, és ami főleg az új fordítású Biblia ószövetségi részébe problémás, az pedig az, hogy bizonyos héber helyneveket, amiknek van egy jelentése, azt nem a helynévvel adják vissza, hanem magát a szót lefordítják. És az egyszerű, idézőjelben egyszerű bibliaolvasó ember nem fogja megtudni azt, hogy itt egy városról vagy egy helyről van szó, hanem csak egy tulajdonságot fog olvasni. Az egyik ilyen példa a Mikiás 2.12-ben, ezt csak azért hoztam most ide, mert ez az utolsó idők szempontjából kulcsfontosságú kijelentés. Kárdi fordításban az szerepel, mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákob, összetakarítom Izrael maradékát, összegyűjtöm őket, mint a bokrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé, hemzsegnek majd az ember sokasága miatt. Az új fordítás pedig azt mondja, összeterelem őket, mint juhokat a karámba, mint nyájat az akolba, tömegestől lesznek ott emberek. Na most a bokra az karámot jelent, és ők itt a bokra kifejezést karámnak fordították. De ha ezt így elolvassuk, akkor nem fogjuk tudni azt, hogy az utolsó időkben lévő izraeli szenteket, a zsidóság maradékát, Isten bokrába fogja összegyűjteni. Ott lesz majd a zsidóságnak a menedék, amiről a Jelenések 12 is ír, és még ez legalább 6 ilyen profécia kapcsolódik, de hogyha nem ismerjük fel, hogy itt nem egy lefordított névről van szó, akkor bajba vagyunk a bibliai értelmezésnél. Érthető volt ugye a különbség a kettő közt. Hát mindig figyeljünk oda, amikor biblia tanulmányozásokat folytatunk. Köszönöm szépen, és akkor visszatérünk a másikra. Tehát nem mindegy, hogy milyen biblia fordítást használunk. Nem véletlenül, ezért szoktam a Károli fordítást használni. És akkor röviden még a szünet előtt Dániel könyvébe egy kicsikét beletekintünk. A prófétai bevezetés után. A Dániel könyve az egyik legismertebb, ugyebár ószövetségi prófétikus irat. Két nagy birodalom idején játszódik, illetve zajlik a története. Az egyik a új babiloni birodalom, vagy a babiloni birodalom, illetve a méd-perzsa birodalom. Az egyik 612-től 538-39-ig áll fent, a méd-perzsa birodalom pedig Krisztus előtt 550-től 330-ig. A 605-ös kárkemiszi csata volt az, amikor a világ és az üsztületélemben egy fordulópont következik be, és a zsidóság számára elkezdődik a 70 éves időszak. 605-ben történik az első deportálási hullám, amikor Dániát és társait elviszik Babilóniába, amikor Nabukodonozor a templom edényeivel, kincseivel együtt elszállítja, ez az első deportálási hullám. A második az 597-ben történik, ez Ezékiel és társai, akiket a Kebár folyó partjára visznek, illetve 586-ban történik Jeruzsálem végleges pusztulása, a harmadik deportálási hullám, amikor a kora ókori Izrael állama tulajdonképpen megsemmisül, és innentől kezdve nevezi a Biblia ezt az időszakot a pogányok időszakának, a pogányok korának. Emlékezhetünk rá, hogy Nehémiás is már nem úgy imádkozik, hogy az ég és a menny istene, hanem csak a menny istene, mert Izrael elveszítette a földhöz való jogot a bűnei által. Hát Dániel és társai Babilonba kerülnek, és itt pogány nevet kapnak a fiatalok, Baltazárt, Sidrák, Misákot és Abednégót, és ezek a fiatalok a korai káld tudományokra lesznek kiképezve. Nagy valószínűséggel Dániel és társainak az életét ismerve nem vettek részt a csillagjóslásban, az asztronómiában részt vettek, tehát a csillagok járásának a vizsgálatában, tehát a csillagászati dolgokat biztos kikutatták, de asztrológiában, tehát csillagjóslással nem foglalkoztak. Ugyan meglettek tanítva a különböző nyelvekre, amit ebben az időben a birodalom több pontján is használtak, és ebben az időben szokás volt, hogy a idegen területekről elhozott fiatalokat, akiket kiképeztek, megtanítottak, akkor azokat majd később, mint hűbéreseket, vagy a birodalom iránt lojális személyeket a volt lakhelyükre visszatelepítették, és onnan segítették a mindenkori rendszernek a munkáját. Ez tehát a babiloni birodalom. A következő, ez a méd és a perzsa birodalom, jóval nagyobb kiterjedésű volt, mint a babiloni. Alapítója az Círus volt, Ánsánnak a fejedelme. Maga a neve is pásztort jelent a eredeti nyelvében. 538-ban foglalja el
Babilont, miután egy állami ünnepségen való tivornyázás után Belsazárnak az uralmát megdönti. A Nabonida az uralkodó ezekkor Dél-Babilóniában tartózkodik, és tulajdonképpen az életét is meghagyják a médek és a perzsák. Sokáig mesének tartották, illetve a biblia kritikának a kedvenc kifogása volt Dániel könyvével kapcsolatban, hogy Belsazár nem is létezett, csak kitaláció volt, de megtalálták Nabonid imája című írást, illetve a különböző stéléket abból a térségből, és ezzel igazolódott, hogy nem véletlenül mondta Belsazár, hogy hanyadik helyet kapja Dániel. A birodalomban a harmadik helyet, mert az igazi uralkodó még ilyet, és Belsazár volt a megbízott uralkodó, hát teljesen hitelesek a bibliai beszámolók. 537-536-ban történik a zsidóság első hullámának a visszatérése, Círus visszaengedi a zsidókat, vélhetően Dániel befolyására is, hiszen Dániel megmutatta neki a róla szóló proféciákat, majd pedig 516-ban felépül a templom. Így, ahogy mondtam, szintén kettős beteljesedésű proféciáról van szó, mert egyrészt az első 70 éves időszak 536 és 606 közé esik, a másik pedig 586-os pusztulás és a 516-os templom felépülése, szintén a 70 éves fogság kétszeres beteljesedéséről van tehát itt szó, és később a Méd-Perzsa birodalomról majd olvashatunk Ahasvérus kapcsán, őt azonosítják első Xerxésszel, aki idejében az Eszternek a története is zajlik, illetve Artasasztá király lesz még nagyon fontos számunkra a dánieli 70 évhét kapcsán, aki Krisztus előtt 465-től 425-ig uralkodik, és még két visszavándorlási hullám lesz, a 457-es Esdrási és a 445-ös Nehémiási visszatérés, és Nagy Sándor dönti meg ezt a birodalmat körülbelül Krisztus előtt 330-ban. És így csak zárójelben jegyzem meg, hogyha majd megnézitek Dánielnek azt a látomását, amikor imádkozik, és akkor jön az angyali kijelentés, hogy 3 hétig verekedett Perzsia fejedelmével, aztán pedig majd jön Görögország fejedelme, ott meg lehet látni, hogy a szellemvilágban milyen események zajlanak politikai események fölött, és ha megnézzük, hogy a Perzsia fejedelmével hogyan harcol az angyal, akkor lehet látni, hogy milyen eseményeken keresztül mentette meg Isten az ő népét, például csak ha ezt eltörténetére gondolunk, vagy hogyha azt nézzük meg, hogy mikor áskálódnak a zsidók ellen, hogy ne építsék fel a templomot, vagy a városfalat, akkor mindig a proféták jönnek, és ők a szellemvilágban adnak egy betekintést, akár Zakariásról, vagy akár Aggeus prófétáról beszélünk, ez egy hatalmas nagy téma, ezt is javaslom a testvéreknek, hogy tanulmányozzák át ezt is ebből a szempontból. Dániel könyvét alapvetően 3 részre szokták bontani, mindjárt fogom is mutatni a szlájdokat. Van egy történeti rész, ez az első 6 fejezet, és van a prófétai rész, ami a 7-től a 12. versig terjedő szakasz. Van egy héber nyelvű rész, ez az első résztől a 2. rész 4. versének első feléig tart, és a 8. rész első 12 vers, illetve a 13. fejezet. Ez szinte kizárólag, ahol a héber nyelvű rész van, az Izraelről szóló proféciákat tartalmazza. És az arám nyelvű részek pedig azokat a részeket tartalmazzák, amik a pogányoknak szólnak, tehát a pogányok is el tudták olvasni, és meg tudták érteni. Az első rész az a Nabukoduri Uszur uralma alatti eseményeket taglalja, ez a 4. rész 34. részéig terjedő szakasz. A 2. szakasz ez Belsazárnak az uralma, ez az 5. rész, a 7. rész, illetve a 8. rész, ami kifejezetten ezzel kapcsolatos, és a 3. szakasz pedig ez a Méd-Perzsa időszak, a 6. fejezet, a 9., 10. és a 12. szakasza a Dániel könyvének. És akkor itt tartunk egy 10 perc szünetet. És egy kicsit belemegyünk most a Dániel próféta látomásaiba és kinyilatkoztatásaiba. Mivel, ahogy mondtam, itt főleg történelmi részekről van szó, inkább csak egy áttekintést szeretnék adni ezekből a már jó részt beteljesedett proféciákból, és a különböző dátumok és időpontok alapján személyesen is lehet majd tanulmányozni ezt a részt, és majd főleg a következő blogban, a 3. részben akarok a jelenések könyvéről, illetve a aktuál politikai eseményekről is beszélni, ami igazán közel áll hozzánk. Dánielnek több látomása is volt a
leírásokban, és az első látomás az tulajdonképpen nem is vele kezdődik, hanem a Nabukodonozornak egy kijelentésével, amelyben álmot látott, és a babiloni bölcseket megkéri, hogy hát akkor ki vagytok képezve, akkor mondjátok el, hogy mit álmodtam, ennek az álma, ennek a jelentése tulajdonképpen mit is jelent, és a babiloni bölcsek húzzák, nyúzzák az időt, próbálnak jó politikus módjára okosan kikeveredni a dologból, a király elhatározza, hogy kivégezteti őket, mert nem hajlandóak arra, amit kér, és Dániel bemegy a testőrparancsnokhoz, és haladékot kér. És nekiáll imádkozni, és Isten kijelentést ad neki. Van egy nagyon fontos igevers ebben a Dániel próféta második részében. Erre majd később is nagy szükségünk lesz, ha a proféciákat értelmezzük. Isten megmutatja neki a álmot és annak értelmét, és a következőt mondja az írás, 19-20. vers. Akkor Dánielnek megjelentetett a titok éjjeli látásban, áldotta akkor Dániel az egek istenét. Szólt Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő, és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat, tesz királyokat, át bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Itt a hangsúly azonban, hogy Isten változtatja meg az időket és az időknek a részeit. Az utolsó időkkel kapcsolatban nagyon fontos látnunk azt, hogy Istennek a kronológiája, Istennek a menetrendje az nem azonos a mi földi kronológiánkkal, és nem teljesen azonos a mi földi időszámításunkkal. Dániel 70 év heténél majd ezt részletesen el fogom mondani, és azt is, hogy Isten hogyan gondolkozik az időkről, de már itt lehet látni, hogy Istennek a kronológiája és a gondolkodása az idők és az alkalmak kérdésében teljesen más, mint az embereknek. Csak egy nagyon egyszerű példa. Isten elküldi Jónást Ninivébe. Mi volt Jónásnak az üzenete? Még 40 nap is, elpusztul Ninive. És tudjuk, hogy Ninive nem pusztult el, hanem megtértek, és Isten adott nekik egy közel 100 éves időhaladékot. A pusztulás elhatároztatott, de nem 40 nap múlva következett be, hanem 100 év múlva. Tehát Istennek van hatalma az időket és alkalmakat meg elhatározni. És sokan, mindig hallottam ezt több tanításban is, de én egy kicsit máshogy közelítem meg ezt a dolgot, mert mindenki azt mondja, hogy, vagy legalábbis többen azt mondják, hogy Jónás azért haragudott meg, mert Isten nem pusztított el Ninivét. De ha megnézzük a szövegösszefüggést, akkor Jónás miért haragudott meg? Azért, mert így úgy tűnt, hogy egy hamis próféta. Hát Isten világosan megmondta, hogy még 40 nap, Jónás ezt várta, és ő úgy került a dologba, hogy ő egy hamis próféta. Mert nem teljesedett be az, amit mondott rajta keresztül Isten. És Jónás emiatt került szerintem igazán lelkiismereti válságba és krízisbe, és fakadt fel belőle az, ami felfakadt, mert úgy jött ki a dologból, hogy ő egy hamis próféta. Mert hiába mondta Isten üzenetét, nem az következett be, amit Isten világosan megmondott. Hát ezt is látni kell, hogy Jónásnak emiatt komoly identitásválsága is volt. Tehát a király lát egy álmot, és az álmomban van egy hatalmas állószobor, pontos méretét azt nem tudjuk, azt lehet tudni, hogy van egy arany feje, a mell és a karok része az ezüstből van, a dereka, illetve az oldala, a hasa az réz vagy bronz, mindkét fordítás pontos a héberből, vas lábszárak jellemzik, a lábfeje, illetve a lábujjak vas és agyag keverékei, ez már az utolsó idők birodalmával kapcsolatban lesz nagyon fontos kijelentés, és szerepel benne egy nagy kő, ami kézérintése nélkül legördül, összetöri, összezúzza ezt az állószobrot, hatalmas hegyé emelkedik, és ezzel ér véget tulajdonképpen a látomás. És ezek után Dániel a 7. és a 8. fejezetben különböző látomásokban részesül. Az egyik ilyen látomás volt az oroszlán két sasszárnyal, a második látomása medve volt három bordával a szájában, a harmadik egy négy szárnyú és négy fejű párducot ábrázolt, és a végén pedig egy tízszarvú vadállatot lát, és ennek a ebből kinövő kis szarvat látott, nagyokat mondó szájjal.
Most ezeket a proféciákat összetesszük, akkor azt látjuk, hogy ezek a proféciák ugyanarra vonatkoznak, csak kétféle megközelítésben. A Nabukodonozor által látott álom, azok a birodalomnak a külső tulajdonságait mutatja, míg Dánielnek a látomásai, amiket itt felsoroltunk a különböző állatok, azok pedig a birodalomnak a természetét mutatják, a jellemét, a belső tulajdonságait, a belső felépítését mutatják ennek a birodalomnak. Tehát négy birodalomról olvasunk, és egy ötödik birodalomról, amely a negyedik birodalomból fog kinőni, és annak lesz a következő eleme. És itt még láthatjuk a 8. fejezetben a kos és a kecskebak küzdelmét. Ez egy külön látomás, és erre azért is fektet különösen nagy hangsúlyt a próféta, mert ez nagyon szorosan fog majd kapcsolódni Izrael történelmének az első és a második századi időszakához. Itt lesz majd a négy birodalom. Az első volt az a babiloni birodalom, ahogy mondtam, ez 612-től 538-39-ig állt fent. Elég jó részt elfoglalta a közép-kelet-ázsiai térségből. A következő ennél nagyobb kiterjedésű Méd-Perzsa birodalom, ez egészen Lídiától Egyiptomig, illetve Perzsiáig a tengerig terjedt. A harmadik birodalom ez a nagy görög birodalom, ami négy felé fog majd szakadni. A ötödik pedig a római birodalom, ez a legnagyobb kiterjedését mutatja a Krisztus utáni második század első felében. Jól látható ezen is, hogy az összes korábbi államtérségét szinte magában foglalta. Nézzük meg akkor röviden az egyes álmokat és látomásokat. Ez a babiloni birodalom, tulajdonképpen vele kezdődik a nemzetek ideje, hogy erről beszéltem. Maga a próféta is magyarázza, hogy ez az aranyfej maga Nabukodonozor. Ő volt az, aki képviselte ezt a birodalmat, ő volt az első és talán legnagyobb uralkodója is. Gazdagság, hatalom jellemzi. Magát, Babilon városát az ókori történészek is úgy írják le, hogy minden aranyból volt. Hát nagyon sok arany volt a városban, rengeteg tárgy, eszköz készült aranyból, szinte aranyban fürdött az egész város. Jeremiás 51.7 is utal erre a kijelentésre. És ha megnézzük a oroszlán képet a két sasszárnyal, akkor azt lehet látni, hogy az állatok és a madarak királyának a szimbólumát hozza ez a jelenség. És van egy furcsa kijelentés itt a látomás kapcsán, hogy ember szív adatott neki. Ennek két jelentése van tulajdonképpen. Az egyik jelentheti azt, hogy a kezdeti erőszakos hódítás Nabukodonozor uralmának a végére már alább hagy, és nem nagyon terjeszkedik már később a babiloni birodalom, mint amilyen kiterjedést elér Nabukodonozor idejében. De a másik jelentés az még valószínűbb, amikor emlékezhetünk rá, hogy pont Dániel könyvében van az, hogy Nabukodonozor király felfúvalkodik, és Isten megbünteti őt, és állati sorba kerül. Egy időre nem találjuk a uralkodói szférában, és nagyon érdekes, hogy szintén ókori történész feljegyzések vannak róla, hogy Nabukodonozor egy időben elérhetetlen volt a birodalmában. Tehát vannak rá sejtetések a ókori írásokban is, hogy ez az isteni ítélet megtörtént, és hiteles a Biblia beszámolója. Ez a babiloni birodalom azért is érdekes, mert itt helyezkedett el Bábel, és ez a Bábel vagy Sinár földje, ez majd az utolsó időkben, a nagy Babilon kapcsán, a jelenések 17-18-ban is kulcsfontosságú profécia lesz, ugyanis ez a birodalom testesítette meg azt, ami majd a későbbi birodalmakban majd egyfajta szellemi, illetve inkább politikai és gazdasági hatalmat fog majd nem csak szimbolizálni, hanem fizikai valóságban is megjeleníteni. Csak előre vetétem, hogy az ENSZ-ben már most gondolkodnak, hogy a New Yorkból, illetve különböző mindenhol létesült fiókszervezeteket felszámolva, a közel-keleti válság miatt az ENSZ középpontját Babilonba helyezzék. Már most gondolkoznak ezen, hogy a közel-keleten a válság góc közepére teszik ezt a középpontot, és szerintem nem véletlenül a olaj kereskedelem középpontját is megcélozza ez a dolog, tehát már van rá utalás, hogy esetleg valamilyen globális összefogás lesz majd Babilon felépítése kapcsán. Aztán a Méd-Perzsa birodalom. Alapítója Círus volt, ő Ansan fejedelme volt, maga a neve is pásztort jelent. Ézsaiás 44.28 és 45.1.4-ben olvashatunk erről. A liberális bibliakritika nem fogadja el, hogy
Isten előre ki tudja jelenteni uralkodóknak a neveit, vagy különböző proféciákat, és az is szomorú, hogy egy Porfírosz nevű 3.-4. században élt pogány filozófus, aki erről könyvet is írt, hogy a proféciákat mindig a bekövetkezte után írtak le. Ezt magukévá tették a mai teológusok egy része, és tulajdonképpen egy pogány filozófiára alapítva akarják hitelteleníteni a Biblia profétikus kijelentéseit. Ahogy olvastuk, ezüst mell és ezüst kar ábrázolja. Amint tudjuk, a ezüst értéktelenebb az aranynál, éppen ezért a méd-perzsa birodalom értéktelenebb volt Babilonnál. Maga Szuzánnak a városa, a főváros, sokkal úgymond szegényebb, szegényesebb volt maga, mint Babilon. Nem volt annyira gazdag, nem volt annyira feldíszítve, nem volt annyira cicomázva, és maga a kormányzás is sokkal gyengébb színvonalat képviselt, hiszen még Nabukodonozor teljhatalmulag tudott bármifelől dönteni, korlátlan mennyiségben, addig például a méd-perzsa törvények szerint, ha a király megírt valamit, akkor azt nem lehetett visszavonni. Tehát a királynak a kijelentését még maga a király sem vonhatta vissza, erre bibliai példa is van, de egy szicíliai történész a Krisztus előtti első századból szintén beszél arról, hogy médek és perzsák akartak visszavonni királyi rendelkezéseket, és nem tudtak a maga idejében, de Hérodotosz is beszámol ezekről a dolgokról. A másik ábrázolása a medve 3 bordával a szájában, ez nagyon érdekes, és arról is olvasunk az igében a medve kapcsán, ezt szeretném felolvasni, bár az igehelyeket leírtuk. És íme más állat, a második hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és 3 oldalbolda volt a szájában a fogai között, és így szóltak neki, kelj fel, és egyél sok húst. Itt is szintén egy szimbolikus dologról van szó. A 3 borda az a perzsa birodalomnak a terjeszkedésére utal, ugyanis Lídiát, Babilont és Egyiptomot foglalták el. Ahogy mondtam, nem volt olyan nagy mértékű hódítása, vagy mennyiségi hódítása, mint a babiloni birodalomnak, de alapvetően Lídiát, Babilont és Egyiptomot elfoglalják, és az, hogy a medve az egyik oldalára kelt, majd fordult, ez arra utal, hogy a médek voltak először a vezető pozícióban ebben a uralmi rendszerben, majd Krisztus előtt 550 körül a perzsák veszik át a vezető szerepet, és inkább perzsa-méd birodalomnak lehet pontosabban hívni ezt a dolgot. És a 3. látomásban, amikor a kos a kecskebakkal összeugrik, akkor ott pedig a kos az a perzsa birodalomnak a legnagyobb szimbóluma volt, nem csak hogy a királyoknak a koronáján szerepelt ez, hanem a kos volt a királyi pénzérmén is rajta, és a kos volt a védőszentje a perzsa birodalomnak. Tehát maga ez a kosnak a szimbóluma, ez teljesen körül határolja ezt a fajta birodalmat és ezt az uralmi rendszert. Ez a birodalom Krisztus előtt 538-39-től 330-ig áll fent, amikor a kost a kecskeba fogja majd legyőzni. És azt is lehet tudni, hogy a kos egy olyan állat, ami hajlamos arra, hogy bedilizzen. Hát ok nélkül csinál kárt, vagy ok nélkül csinál feszültséget. Erről pásztorok és juhászok is beszámoltak már, hogy a kosok hajlamosak erre, hogy bedilizik. És ugyanezt történt a perzsa birodalommal is, hogy teljesen ok nélkül, mindenféle kászusz belé nélkül megtámadta a görög birodalmat. És tudjuk, biztos láttuk a filmeket, a spártai harcosok, Leonidász és társai, a különböző ütközetek a 5. században, oda vezettek, hogy a perzsák nemhogy nem tudtak győzni a görög birodalma, hanem egy olyan nemzeti ellenállást hozott létre, amely alapja volt annak, hogy majd Nagy Sándor később megtámadja a méd és a perzsa birodalmat. Tehát egy ok nélküli konfliktusból a perzsa birodalom bukása következett be. Ezután következik a görög birodalom, ez Krisztus előtt 330-331-től 160-ig terjed. Az időpontokkal kapcsolatban azért mondok mindig egy vagy két időpontot is, mert a Közel-Keleten minden egyes országban máshogy számolták az időket. Maga Dániel könyvében is van egy ilyen látszólagos ellentmondás, hogy Jojákim király uralkodásának 3. vagy 4. éve, ott nincs semmi ellentmondás a kettő között, csak az egyik a zsidó időszámítás szerint van, a másik pedig a babiloni időszámítás szerint van. Ugyanis voltak olyan időszámítási modellek,
amik már egy évnek a tölt részét is beleszámolták az uralkodásba, míg a másik csak a következő évtől számolták. Tehát ha mondjuk egy királyt megkoronáztak december 31-én, az egyik időszámítás szerint január 1-én már az uralkodásának a második évében volt, míg a másik időszámítás szerint az első évben volt, mert az új évben kezdte meg a kormányzását. És ugyanilyen probléma van az új szövetségben is, amikor a páli kronológiát tanulmányozunk, amikor a Pál azt mondja, hogy 3 évig Arábiában voltam, akkor nem tudjuk, hogy ez most 1,5 év volt, vagy 3 év volt. Mert hogyha mondjuk Krisztus után 35 júliusában megy Arábiába, és visszatér 37 januárjába, az valójában 1,5 év, de mivel érinti 35-öt, 36-ot és 37-et, ez a görög számítás szerint ez 3 évet jelent. Tehát ezekre a kronológiai eltérésekre a bibliai proféciák kapcsán is oda kell majd figyelni, mert nem mindegy, hogy milyen időszámítást veszünk, vagy a könyvnek az írója milyen időszámításra gondolt. A görög birodalom alapítója Nagy Sándor, talán az egyik legismertebb ókori személy, nagyon sok film, illusztráció, festmény, minden készült már róla. Kétségtelenül egy nagyon tehetséges hadvezér volt, az édesapjának a nyomdokaiba lépve, és a nemzeti büszkeségen esett sérelmet azzal kezdte, hogy a viszálykodó görög törzseket hol katonailag, hol politikailag, hol anyagilag meggyőzte arról, hogy egy ügy mellé álljanak és győzzék le a perzsa birodalmat. Erre azért is volt szüksége, hogyha átlépi a szorostat, Boszporusztán, a Dardanellákat, akkor nehogy hátulról megtámadják, illetve valamilyen vetélytárs a hatalmára törjön, és egy Görögország vagy egy hellén zendüléssel a háta mögött vissza kelljen fordulni a hódításból, és a szimbólumok nagyon beszédesek. Maga a réz vagy bronz sokkal értéktelenebb, mint a arany és az ezüst. Gyakorlatilag Nagy Sándor már nem uralkodói hatalmánál fogva, hanem katonailag tartja fent a birodalmát, katonai módon tartja össze az elfoglalt területeket. Éppen ezért a befolyása is jóval kisebb volt az elfoglalt területeken, mint korábban a különböző perzsa uralkodóké, vagy akár a babiloni uralkodóké. A párdusznak a szimbóluma, illetve a négy szájnak a szimbóluma, ez a gyorsaságot jelentette. És ez azért is volt érdekes, mert gyakorlatilag 11-nehány év alatt az egész perzsa birodalmat romba dönti Nagy Sándor, Isszosznál, Gargamélánál, Arbalánál, és még két kisebb csatában teljesen bedarálja a Dariosznak a hadseregét, és Krisztus előtt 330-ban hal meg majd Babilonban, egy áttivornyázott éjszaka után. Egyesek szerint segítettek abban, hogy hamarabb lehunja a szemeit. Mindössze 32 éves volt, amikor meghalt, tehát nagyon fiatal uralkodó volt. És a keskebak szimbóluma az egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt Makedóniának ez a jelképe, az egész uralkodói státusznak, sőt a makedón birodalom kezdetét is az első uralkodót állítólag egy kecskenyáj vezette a városhoz, ahol elkezdte a birodalmát felépíteni, és szintén a kecskebakra jellemző, hogy elég agresszív állat, hasonlóan a koshoz, és a tisztátalanságnak a szimbóluma. És a görög birodalom terjeszkedésével veszi kezdetét az egész mediterrán térségbe, illetve főleg az elfoglalt területek kérdésében a homoszexualitásnak az elterjedése. A görög kultúrára ez a fajta tisztátalanság már a 4.-3. században jellemző volt, és ez végighúzódik majd a közel-keleti események kapcsán, és különböző történészek, társadalomtudósok, szociológusok tanulmányokat készítettek arról, hogy az összes nagy birodalomnál megfigyelhető volt, Rómánál is, de Görögországnál is, és más birodalmaknál, hogy mindig akkor omlottak össze, vagy azután omlottak össze, hogy erkölcsileg megromlottak. Hát amikor már nők nőkkel, férfiak férfiakkal, állatokkal, mindennel egybe voltak gabajodva, akkor kezdődtek mindig a problémák, hogy ez az erkölcsi zűlésnek ezt a fajta szintjét elérték. A kosnak a konfliktusából fakadóan a kecske szarvnál olvashatunk, hogy 4 szarvra tört ki ez a fajta konfliktus, és Nagy Sándor halála után a birodalma 4 felé szakad. Erről mutattam már korábban ábrát, egy picit visszamegyek ehhez. A legnagyobb rész, ha itt a színeket fogunk inkább mutatni, a lilával jelzett rész, itt az Egyiptom, illetve a közel-keleti rész, ami a Szentföldet is érint, ez a Ptolemaioszoknak az uralkodása alá került. A nagy
narancssárga színű, ezek voltak a Szeleukidák, ez a Szeleukida uralom. Akkor a mai Törökország területét tulajdonképpen a Lüsszimákosz kapta, és a ősi területet, a mai Görögország területét nagyjából az Aldunáig Kasszander kapja. Ők kisebb uralkodók voltak Lüsszimákosszal. A bibliai proféciák szempontjából a Ptolemaioszok és a Szeleukidáknak a konfliktusa a leglényegesebb. Ezt most nem tudjuk végigvinni a 11. fejezetben, amikor egyik uralkodó eszel, másik azt csinálja. Ez a Szeleukid és a Ptolemaiosz háborúknak tulajdonképpen a profétikus leírása és hajszálpontos megegyezést találunk benne. És itt is láthatjuk, hogy Izrael ebben az időszakban folyamatosan a Ptolemaiosz és a Szeleukida uralkodóknak a konfliktusa között őrlődik, és ebben a konfliktusban éli az életét egészen Krisztus előtt 66-ig, amikor elfoglalják Jeruzsálemet, és római uralom alá fog kerülni. A görög birodalom kapcsán még van egy nagyon fontos kijelentés, a 8. rész, 9-től 12. terjedő szakasza, ezt is szeretném felolvasni. 8. rész 9-től 12-ig. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkenetre, és a kívánatos föld felé. Megnőtt mind az ég seregéig, földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregenek fejedelméig növekedett, elvette tőle a mindennapi áldozatot, elhányaték az ő szentségének helye, és sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Ez a kis szarv azért is fontos számunkra, mert a Jelenések könyvében is meg fog majd jelenni. Itt Antiochus Epifánészról van szó, aki Krisztus előtt 175-től 164-ig uralkodik. Egy csatában hal meg majd az Eufrátesz folyó környékén, és ő volt az, aki Izraelben, illetve az akkori Jeruzsálemben elhatározza, hogy felszámolja a judaizmust, a zsidóságot bedarálja, és végképp megszünteti a zsidóságot. Ezt azzal kezdte, hogy elkezdte a hitvallókat legyilkolni, azokat a zsidókat, akik mindenáron ragaszkodtak a mózesi törvényekhez, a körülmetélkedéshez, a bibliaolvasáshoz, és éppen ezért a templomot is megszentségtelenítette, disznót áldozott a jeruzsálemi oltáron, és betiltotta a Tórának az olvasását, a zsidóság zsidó gyermekeknek a körülmetélkedését, illetve a szombatnak és a különböző ünnepeknek a megülését. Ekkor történik a Makkabeus felkelés, erről olvashatunk a 11. rész 31-32. Fejezetében, és az itt leírt 1150 napos profécia hajszálpontosan beteljesedik, hiszen 167-től 164-ig tart ez az időszak, 1150 napig, és ennek hatására, vagy ennek következményeként ünneplik a zsidók a Hanuka ünnepet, amikor felszentelik a templomot, és a Makkabeus felkelés győz. Ez az a nagyon rövid időszak az, amikor majd meg később a Haszmoneusz uralkodók alatt, amikor helyek közel valamilyen kicsit függetlennek lehet nevezni Izraelnek az országát, vagy Izraelnek az államát, de már ekkor probléma van a feltörekvő szadduceus és faruzeusi párt között, és attól függően, hogy az uralkodók melyiket támogatták ebben az időben, attól függően volt vérengzés, vagy éppen nyugalmi helyzet Izraelben. És ez a kis szarv azért lesz fontos, mert erről a Jelenések könyve is beszámol. A Jelenések könyve majd ezt fogja az Antikrisztusnak hívni, ebből a birodalomból kinövő személyiségnek tartani. Nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy az Antikrisztusról mit lehet tudni, milyen lesz a származása. Ha lesz rá időnk, fogunk erről beszélni. Jelenleg 4 elmélet van az Antikrisztussal kapcsolatban, és mindenének bibliai alapja van. Ez egy jó fejtörő lesz majd, mert meg fogjuk majd ezeket is nézni. Ez volt tehát a görög birodalom, és ennek a lényege abban van, hogy ebből származott az a kis szarv, aki előképe az Antikrisztusnak, és az Antikrisztus is ugyanazt fogja majd tenni, mint az Antiochus Epifánész, csak ő már nem lokálisan fogja megtenni egy adott földrajzi ponton vagy területen, hanem a hatalmából következően globálisan fogja ezeket a istentelen dolgokat végrehajtani, és nem csak a zsidóságot fogja majd támadni, elsősorban azt, hanem azokat a hitvalló keresztényeket is, vagy a nyomorúság mártírjait, akik ellene szegülnek az ő uralmának, és például nem veszik fel a fenevadnak a bélyegét. Következő a 4., a római birodalom. Ezt vasnak ábrázolja a látomás. Vas az a birodalomnak az erejét jelenti. Kétségtelen tény, hogy a
hosszabb ideig, és a legerősebb birodalom, még ha a világtörténelmet is nézzük, a római birodalom volt. Nem véletlen, hogy ez a római birodalom lesz az, ami majd újjáéled az utolsó időkben. Erről szeretnénk majd a következő órában egy kicsikét majd elidőzni. És ez a római birodalom, amiről mondja az írás, hogy van, nincs, noha volt. Tehát hol lehet látni, hol nem lehet látni. Ez egy kicsit sejtelmes kijelentés, de nagyon egyszerűen érthető lesz majd a Dániel látomásai során a 90, vagy a 70 évhétről szóló kijelentésben. Aztán ezzel párhuzamosan olvashatunk egy vadállatról, ami agresszivitásra utal. Ez egy kegyetlen és egy hódító birodalom volt, ami azt is jelzi, hogy amit Róma nem tudott meghódítani, vagy lerombolni, azt próbálta teljesen tönkretenni és ellehetetleníteni. Vagyis ott is pusztítást végzett, ott is kegyetlenséget gyakorolt, amiből semmilyen haszna nem volt neki. Teljesen vadállatias kegyetlenség jellemezte ezt a birodalmat. A két lábszár az talán a legérthetőbb, a római birodalom két felé szakad. Tudjuk, hogy 476-ban megdől a nyugat-római birodalom, és 1453-ban pedig a bizánci császárság, amikor a kelet-római birodalom is megdől. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Istennek ez egy olyan kegyelmi áldást hozott ki ebből a dologból, hogy amikor 1453-ban elfoglalják Bizáncot a oszmán birodalom, akkor rengeteg ortodox szerzetes, görög szerzetes Európába menekül, és ez is egy nagy áldás volt, de az még inkább, hogy a ő általuk használt görög nyelvű biblia szövegeket magukkal viszik Európába, és ezzel a magukkal vitt sokkal régebbi görög szövegekkel, mint amivel a katolicizmus által használt vulgáta volt, ezt behozzák Európába, és elkészítik a mai napig legpontosabb, legszövebbhűbb bibliai ógörög szöveget, az úgynevezett Textus Receptus, amire a Károli Biblia is épül, és amelyet már a 19. században cserélnek le, mert a liberális teológiát akadályozta. Erről majd bibliakritikán talán majd egyszer, majd Norbi valamikor fog beszélni köztetek, de a különbséget is pont ez okozza a biblia fordítások között. Tehát Isten még ebből a látszólag rossz dologból is egy nagyon üdvösséges dolgot hozott ki, mert azáltal, hogy ezek a görög szerzetesek, illetve görög tudósok átjöttek Bizáncból, magukkal hozták a görög szöveget, ráirányították a figyelmet a Bibliának az eredeti nyelvére, a görögre, és nem a latinra, amit a egyházban akkor uralkodó volt, és ekkor indul be tulajdonképpen a nemzeti biblia fordítások időszaka, és elkezdődik a reformáció. Ez egy óriási dolog volt, és egy áldás volt Isten részéről. És a állóképben azt is lehet látni, amiről beszél Dániel, hogy ez a vas és a cserépnek a keveréke. Innentől kezdve lesz izgalmas a dolog, mert az azt jelenti, hogy az utolsó időkben a római birodalom, mikor újjáéled, akkor a vas és a cserép keveréke fog lenni, vagyis nem lesz már látszólag olyan erős, olyan kiterjedt és olyan hatalmas és olyan pusztító erejű, mint az eredeti római birodalom volt, viszont egy olyan egyveleg lesz, ami az agyagnak a törékenységét és valamennyire a vas keménységét is fogja tartalmazni. És itt jön majd képbe a népvándorlásoknak a kora, illetve a mai migrációs kérdés, mert egyre több keresztény tanító és kutató látja azt, és én is hajlok e felé a magyarázat felé, hogyha Európát most el fogja özönlen ez a migráns áradat, és Európában a liberalizmus szelleme erősebb lesz, mint a nemzetállamoknak az eszméje, akkor fennáll valóban az a veszély, az utolsó idők római birodalma, amely ki fog alakulni, ezt a fajta elegyet fogja alkotni, ugyanis hogy a vas és a cserép nem keveredik, ugyanúgy nem fog majd keveredni a kereszténység az iszlámmal, a keresztény joggyakorlat az iszlám joggyakorlattal, a keresztény kultúra az iszlám kultúrával, illetve is nem is beszél, hogyha még jönnek esetleg buddhisták, vagy különböző más vallásúak, akkor ezeknek egy nagyon érdekes szimbiózisa és egybelege lesz, és nagyon félő, hogy jelenleg Európa e felé, az álláspont felé tart, hogy ez a fajta vas és agyag keveréke lassan kezd kialakulni Európában. Most ami nagyon érdekes, és ez Magyarország számára is majd kihívás lesz, hogy a közép- és a kelet-európai országok meg tudják-e őrizni nemzeti identitásukat, mert akkor nem fognak benne lenni az antikrisztusi uralomban, viszont hogyha nem, akkor jó esélye részesei lesznek. Azért van jó reménységem nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa országai felől, mert ha nagyon jól megnézzük, Magyarországnak csak egy részét érte el a római birodalomnak a kiterjedése, például a lengyeleket, a szlovákokat és a cseheket el sem érte például. Tehát jó esély van rá, hogy az a határvonal, ami a római birodalomban
mondjuk a Pannon térségig, ott a pesti vonalig úgy elhúzódott, és a Dunántúl vagy a Tiszántúli részen már nem nagyon volt érezhető, az lehet, hogy ennek majd a végidőkben is érdekes kihatásai lesznek. Ha a végén lesz idő, még erről fogok egy kicsikét majd beszélni, mert ez már aktuál politikai kérdés. A tészhav jelentősége is itt növekszik meg, ugyanis világosan írja a kijelentés, hogy ez egy 10 szarvú fenevad lesz, 10 uralkodó által vezetett konglomerátum lesz, egy összefonódás, és amelyből ki lesz majd töretve 3 szarv, és egy valaki fogja átvenni a vezetést. Most jelenleg Európában, ha jól számoltam, 10 királyság van, ebből 7 az EU, 3 pedig nem az EU tagja. Ezen érdemes elgondolkozni, és egyesek még azt is számolgatják, hogy ha valamilyen politikai változás lesz Európában, akkor felszámolják ezeket a maradék királyságokat, vagy pedig nem. A volt és nincs, noha van, erről majd a jelenések könyvénél fogok egy kicsikét beszélni. Ez azt jelenti, hogy a római birodalom látszólag eltűnt a történelem süllyesztőjében, azonban valamilyen formában mégis jelen van a világban, és amikor hirtelen fel fog bukkan az utolsó időkben, azt olvassuk róla a jelenések könyvében, az emberek csodálkoznak, hogy ismét itt van a római birodalom, és a szemünk előtt nőtt ki a földből. És akkor nézzük most Dániel 70 évhetét. Dániel 9:24-27. Ezt szeretném is felolvasni. Dániel 9:24-27. 77 szabatott a te népedre és a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által. Végig tart a háború, elhatároztatotta a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak, és az ételáldozatnak, és az utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Meggyőződésem, hogy Dániel 70 évhetéről szóló kijelentés az utolsó idők és az újszövetségi proféciának a kulcspontja. Ha valaki ezt helyesen tudja értelmezni, pontosan be tudja határolni az űrtörténetben betöltött szerepét, akkor helyesen fogja látni az utolsó időkről szóló eseményeket. Azért is kulcskijelentés ez, mert majd mindjárt látni fogjuk, hogy egyrészt Jézus haláláról is egy hajszálpontos proféciát, illetve kijelentést ad, és azt is lehet látni, hogy a rabbinikus írásokban is nagyon hanyagolják Dánielnek ezt a kijelentését, akik foglalkoznak is vele. Az egyik ilyen rabbi őszintén le is írta, hogy ha nem Jézus volt a messiás az első században, akkor keresni kell egy másikat. A templom és a szentély elpusztulása az azt jelentette, hogy a Maszad erődjén is beszéltem, hogy elpusztult a város és a szentély, és ezelőtt még meg kell érkeznie a messiásnak. És azt is lehet látni, hogy amikor Bemerítő János kimegy szolgálni, azért is tolongtak hozzá sokan, nem csak azért, mert egy karizmatikus prédikátor volt, aki erőteljesen Isten szellemének a hatás alatt prédikált, hanem az ő idejében már megvan a 4. birodalom, aminek az idejében el kell jönnie a messiásnak. És a zsidó rabbik már ebbe az időbe feljegyezték, hogy végünk van, mert a halálbüntetést elvették tőlünk, és még a messiás nem érkezett meg. Ugyanis a Krisztus után olyan 20-25 körül a Sanhedrintől megmondják a halálbüntetésnek a jogát, csak a mindenkori római helytartó szabhatott ki halálbüntetést, kivéve az őzavaros időszak, amikor Ispánt megkövezik, vagy Jakabot megkövezik a 60-as években a főpapi utasításra. Voltak ilyen kis zavaros időszakok, ugyanis ők azt a proféciát értelmezték a jákóbi kijelentések alapján, hogy nem múlik el a királyi pálca, amíg el nem jő Siló. És ezt úgy értelmezték, hogy amíg a halálbüntetés joga megvan Izraelnek, addig jó a helyzet, mert bármikor jöhet a messiás. De ha ezt elvételik tőlünk, akkor a messiásnak már el kellett volna érkeznie. Ezt mind a mai napig így tanítják a rabbik. Tehát, ahogy mondtam, a helyes értelmezés megkönnyíti a proféciák értelmezését, és ami szintén fontos, hogy Isten üttörténetét tartalmazza Izraellel kapcsolatban,
Ugyanis világosan olvastuk, és azért is olvastam fel, hogy ez a profécia kiről szól? 77 szabatot a te népedre és a városodra. Tehát a 70 évhetes időszak, értsék a testvérek, szőröstől, bőröstől, utolsó évhetestől Izraellel van kapcsolatban, és Izraelre vonatkozik. Tehát a jelenések könyve kapcsán, mikor majd látni fogjuk az összefüggés, hogy a 70. évhét, az az utolsó 7 éves időszak, akkor ebbe a gyülekezetet belekeverni, enyhén szóva ellent mond ennek a kijelentésnek. Itt nincs szó gyülekezetről, nincs szó eljövendő szentekről, többek között azért sem, mert az Ószövetségben ugyebár a gyülekezet, mint olyan dolog, titok volt, erről többféle kijelentés is van. És a Sábuel szó, amit szerepel a héber, ez nem egy ciklust jelent, hanem azt, nem 70 hetet jelent, hanem 70 évhetet jelent, vagyis 70-szer 7 évet jelent. És azt is látjuk, hogy Istennek, hogy mondtam, a kronológiája más. Most csak egy példát szeretnék mondani röviden a idő kedvéért, az idő rövidsége miatt, hogy ha megnézzük a királyok könyvét, akkor azt olvashatjuk, hogy az izraeliek, miután kijöttek Egyiptomból, 480 évvel Salamon uralkodásának 4. évében elkezdik építeni a templomot. Ezt olvashatjuk a kettő király, a királyok könyvében. Csak hamar ki lehet számolni, ez az időpont nem stimmel. Ugyanis azt olvashatjuk a Új Szövetségben, hogy Isten az Apcsel 13-ban, hogy Isten adott bírákat 450 esztendőre. Hogyha ezt hozzáadjuk a 40 éves pusztai vándorlást, hozzáadjuk Kánaán elfoglalásának 14 plusz 6 évét, hozzáadjuk Saul 40 évét, Dávid 40 évét, Salamon 4. évét, 594 évet kapunk. Hiányzik 114 év. Ugye látszólagos ellentmondás a Bibliában, hogy most nagyon egyszerű matematika. Most a testvérek elővezzik a bírák könyvét, és megnézzük, hogy a midjániták, a filiszteusok, meg ezek, illetve Abimélek istentelen 3 éves királyságának az időszakát, akkor pontosan 114 évet fognak kapni. Isten azt az időszakot, amit a népe nem az ő uralma alatt tölt, azt nem veszi figyelembe. Ezért lesz törés majd a 70 évhetes időszakban, hogy amíg Isten uralma alatt nincs az ő népe, addig nem számítja be a kronológiába. Ezért van ez a törés a 70 évhétbe, nyugodtan számoljanak majd utána a testvérek. A hatszoros cél, ahogy itten felolvastuk, csak nagyon röviden, a gonoszság véget ér, tehát amikor a 70. évhét lezárul, akkor véget ér a gonoszság. Itt egy olyan kifejezés van, ami lázadásra utal, hitszegésre utal a görög kifejezés, vagy a héber kifejezés, vagyis Izraelnek a lázadása, az Isten ellenes védkei véget fognak érni. Belépünk már az 1000 éves királyságba, ezt a rabbik a Ráf Salomnak, vagy a nagy Salomnak, a nagy békességnek is hívják ezt az időszakot, amikor Izrael az atyáiknak tett ígéretek alapján örökölni fogja és élvezni fogja a Szentföldnek minden áldását és a Messiásnak a jelenlétét. A második a bűn bepecsételése, itt szó szerint fogságra vitel van, hát a bűnt fogságba ejtik, a bűn rabságba van. Ez egy kicsikét szinoníma Sátán megkötözésével, de itt is arról van szó, hogy ebben az időszakban a bűnnek a lehetősége radikálisan kevés, kicsire fog csökkenni, mert nem lesz kísértő, a Sátán meg lesz kötözve. Az emberi bűnös hajlam meg lesz természetesen, de aki ezt energizálja, a Sátán és az ő démonai meg lesznek kötözve erre az 1000 éves időszakra. Tehát a hamisságnak az eltörlése, ez is szintén lényeges. Az örök igazság megérkezése, itt is szintén a Messiásról van szó. Bepecsételtetik a látomás, erre utaltam Zakariás proféciája kapcsán, hogy a 1000 éves királyságban már nem lesz profétai szolgálat, mert hamis profétának fog minősülni. És a Szentek Szentjének felkenetése, ennek kettős értelme van. Nagyon sokan azt mondják, hogy itt Jézus Krisztusnak a felkenetéséről lesz majd szó, de tudjuk, hogy ez Jézus életében már megtörtént, hiszen amikor eljött a földre, akkor Isten felkente őt az örömolajával, fel lett már kenve a messiási szolgálatra, és az itt használt kifejezés a Szentek Szentjével kapcsolatban a Mózes 3. könyvének egyik gyakori kifejezése, amit általában tárgyakkal és a Szent Sátorral kapcsolatban használ a héber, vagyis valószínűleg itt arra utal, hogy az 1000 éves királyságban lévő jeruzsálemi templomnak a felszenteléséről beszél itt a profécia. És akkor most nézzük meg a 70 évhetet áttekintéseibe. Ez elég halványan látszik, igaz? Vagy látható valamennyire? Van jegyzet is, nagyon jó. Jó. Akkor csak nagyon röviden végigmenjünk. Az a lényeg, hogy kiadnak egy rendeletet, ami a város
falának a felépítéséről szól. Ezt tudjuk, hogy Krisztus előtt 445-ben következik be. Nehémiás könyve erről szól. Ez Krisztus előtt 445-ben történik. Artaxerxész kiadja a rendeletet, hogy fel lehet építeni a városfalat, hiszen még romokban van, emiatt Nehémiás böjtölése is imádkozik, és utána van egy 49-7 évhetes időszak, amikor viszontagságos idő lesz, és ekkor fog felépülni a városfala, és ezt a 49 évet levesszük, akkor Krisztus előtt 400 körül járunk, 396-400, és ez igazoltan Malakiás prófétának a fellépésének az ideje, vagyis ebben az időszakban véget ér az ószövetségi kinyilatkoztatás, innentől kezdve Istennek már nincs írott kijelentése. Malakiás prófét az utolsó, aki lezárja az ószövetségi kijelentéseket, és ezután következik az intertestamentális időszak, vagyis az a 62 évhét, ami a messiásnak a kiirtatásáig fog tartani, és itt annyi csűrcsavar van a dologban, hogy a zsidóságban mind a mai napig holdévvel számolnak, nem napévvel, ami azt jelenti, hogy 19 évenként beiktatnak egy szökőhónapot, egy plusz hónapot, és itt úgy kell számolnunk a mi időszámításunk szerint, hogy ezt a 483 évet, ami a messiás haláláig van 445-től, be kell szorozni 360-nal, és vissza kell osztani 365-tel, a nullát kivesszük, mert az olyan nem volt, csak mínusz egy van meg plusz egy, tehát nulla nem volt, és ha ezt így kisakkozzuk, akkor Krisztus után 30 Niszán hónap 14-éhez jutunk, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Hajszálpontos új szövetségi profécia, és utána azt olvassuk, hogy az eljövendő fejedelem elpusztítja a várost és a szentélyt, ezt tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben következik be, amikor Titus 10. római légiója eltünteti a szentélyt, és csak a mai ismert siratófal marad meg, és utána, ahogy mondja az írás, hogy elhatároztatott a pusztulás, utána még lesz egy kis hazafias fellángolás, 132-135-ben a Barkóba féle lázadás, Barkóbának hívták, a csillag fia, a mózesi proféciák alapján, hogy csillag támad Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, ők ezt így értelmezték, és akkor azt mondták, hogy majd Barkóba lesz a messiás, és ő vissza fogja állítani Izraelnek a dicsőségét, de ezt is leverték a rómaiak, Jeruzsálemet még a nevét is megváltoztatják, és innentől kezdve a zsidóság egy végleges szétszóratásba kerül, egészen 1948 májusáig, amikor Izrael állama megalapul. Van egy problémánk, van még egy 7 éves időszakunk, és ez a 7 éves időszak vajon mikor fog elkezdődni, vagy egyáltalán véget érte már ez az időszak. Ahogy elmondtam, a 70. évhét végére ennek a 6 dolognak be kell teljesednie, és ha őszintén megnézzük a Bibliát, illetve a történelmet, akkor még ez a 6-szoros cél nem teljesedett be. Hát előttünk áll, és valamikor kezdődni fog egy 7 éves időszak, ami még az emberiségre minimum várni fog, független attól, hogy mikor fog elkezdődni ma vagy holnap, és ennek a 7 éves időszaknak a kezdetét ül mit jelöl meg a Biblia? Szövetséget köt sokakkal egy hétre. Tehát a 7 éves időszaknak a kezdete nem a gyülekezet elragadtatása, nem az Amerikai Egyesült Államokban történő események, hanem az eljövendő Antikrisztus szövetséget fog kötni Izraellel egy 7 éves időszakra vonatkozóan. A Jelenések könyve tulajdonképpen erről az utolsó évhétről szól, a 4. fejezettől a 19. fejezetig. Ez a nagy összefüggés a Dániel és a Jelenések könyve között, mert később hozok majd igéket is, hogy ideig, időkig, fél időig, illetve 1260 nap, itt ahogy mondtam, 30 napos holdévekkel kell számolni, 42 hónapot ír például a Biblia, és 2-3,5 évre lehet felosztani ezt az időszakot. És az, hogy Izrael ki lesz szolgáltatva ebbe az időszakban, onnan lehet tudni, hogy a héberben a szövetségre használt kifejezés a bőrit, ami kétoldalú szövetséget jelent, amikor két egyenlő vagy két közel azonos félnek a szövetségét jelenti. Itt viszont nem ezt a kifejezést használja a héber, hanem egy olyan szót használ a szövetségre, ami egyoldalú szövetséget jelent. És az Antikrisztus tulajdonképpen ráerőlteti valamilyen engedménnyel Izraelre ezt a szövetséget, és Izrael a látszólagos békesség és biztonságnak adott reményében bele fog menni ebbe a szövetségbe. És Izrael el fogja fogadni ezt a 7 éves szövetséget, és hogy ennek mi lesz az oka, erre majd talán egy kicsikét ki fogok térni. És ahogy mondtam, Isten az időket és az alkalmakat máshogy számolja, és azért, hogy most a 69. évhét és a 70. évhét között van egy törés, ez tulajdonképpen az üdvtörténet, az egyháznak az időszaka.
És ahogy mondtam, Isten az időket és az alkalmakat máshogy számolja. Most egy példával szeretném ezt illusztrálni. Valamennyien talán közel áll hozzánk, hogy ismerjük azt a sportágat, hogy kosárlabda. Délután 5 órakor kezdődik a mérkőzés. Azt hiszem 20 perces egy félidő, vagy negyed, vagy hogy szokták ezeket hívni. Azt hiszem 20 perces. Az egyik csapatnak rosszul áll a szénája, az edző lehívja őket, időt kér. Ilyenkor hány idő zajlik a földön? Vagy a teremben? 2. Van a fizikális idő, ami 5 órakor elkezdődött, és zajlik az órámon, de a játékidő az áll. A játékidő az nem megy sehova. Na, ilyen ez a 70 évhetes időszak is. Hogy Isten Krisztus után, 30-ban, Jézus halála feltámadása után, 70-ben lerombolják a templomot, pauz, időkérés van. A csapatok lejönnek a pályáról, Izrael és a Római Birodalom lejön, és közben zajlik az idő. És amikor az utolsó időkbe érünk, akkor a játékosok visszamennek a pályára, és Isten elindítja az játékidőt. Izrael már visszatért a pályára, 48 óta kegyeg az órája, és a Római Birodalom is elkezd egyre inkább előtérbe kerülni. És amikor mindenki a helyén lesz, a bírók is, a játékosok is, akkor Isten elindítja a játékidőt, és elkezdődik a 70. évhét. És most ebben az időszakban vagyunk, hogy már kezdenek visszamenni a játékosok a pályára, valaki még iszik, valaki még készülődik, valaki még beszélget, de a játékosok mennek vissza. De közben a játékidő az állt, de a nézőtéren viszont eltelt az idő. Az egyház történelme is így van, hogy eltelt már közel 2000 év Jézus halála és feltámadása óta, de Istennek az üdvtörténeti órája még áll. Azért áll, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem türelmesen vár, hogy minél többen megtérjenek. És a Dániel próféta könyvének a 12. részében olvashatunk egy nagyon érdekes dolgot. A 7. vers. És hallottam a gyolcsba öltözött férfit, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét, bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökkön örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégzik a szent nép erejének romlását, mindezek elvégeztetnek. És a jelenések könyvben is van egy ilyen, amikor ugyanez a vízen lévő angyal kijelenti, hogy idő többet nem lesz. Tehát Isten húzza még az üdvtörténet óráját, hogy még mindig megtérjenek az emberek, még nyújtja a kegyelmi időt, ahogy adott Asszíriának is egy 100 éves kegyelmi időszakot, de végül csak elpusztult. Ugyanígy most Isten húzza ezt a dolgot, de amikor belépünk a 70. évhetes ciklusba, onnantól kezdve, nincs több kegyelem, ezt majd a 7 csapás ítéleténél is majd fogjuk látni. Hát ez Dániel 70 évhét, és ez kulcsfontosságú, hogy megértsük, hogy a 69. évhét már lezárult, és közeledünk a 70. évhéthez. Igazából ezt nevezik nagyon sokan a keresztények az utolsó időknek a kapujának, és itt kezdenek majd exponenciálisan felgyorsulni az események, és Izraelben is egyre több profécia kezd beteljesedni ebben az időszakban. Ez érthető volt, ugye? Ezért fontos, hogy ezt a 70. évhetet megértsük, hogy ez a 70. évhét Izraelről szól, az ő szentvárosáról, és semmilyen utalást és kijelentést nem találunk benne az egyházról. A jelenések könyvének a 4. és a 19. fejezetet, ha megnézzük, nincs szó benne az egyházról. Van benne szó szentekről, mártírokról, nyomorúság szentjeiről, Izraelről, választottakról, de az egyházról nincs szó a jelenések könyvének 4. rész 13. verséig. És akkor röviden beletekintünk még a jelenések könyvébe, és utána majd tartunk egy kis szünetet, és akkor bekapcsolódunk itt a jelenéseknek az időszakába. A jelenések könyve Krisztus után körülbelül 95-ben íródik, amikor Domitianus császár a Kis-Ázsiába egy üldözést támaszt a hívők ellen, és János apostol is ekkor Pátmosz szigetére kerül. Itt egy hatalmas kőfejtő bánya működött nagy barlangokkal, és itt kapja János a kijelentéseit. Efézusban él ekkor János apostol. Ő volt az, aki a Krisztus utáni 70-es években, a templom lerombolása után érkezik ebbe a régióba, és tulajdonképpen mivel apostoli tekintéllyel ír a 7 közösségnek, és a Bibliával is van erre utalás, amikor Pál apostol azt írja Krisztus után 64-ben, hogy a Kis-Ázsia beliek elfordultak tőlem mind. Ez arra is utalhat, hogy a kis-ázsiai misszió egy tévtanítás hatására Pál apostol szolgálata ebben az értelemben
lerombolódik, és János apostol építi fel alapjaitól fogva ezeket a közösségeket, és itt tulajdonképpen Crescens és követői ellen harcol, ő egy gnoszticista tévtanító volt, és János alapjaiból építi fel ezeket a közösségeket, és ír számukra levelet, bátorításul, vigasztalásul, és egyes liberális teológusok szerint itt nem János apostolról van szó, hanem egy János nevű efézusi presbiterről, aki természetesen nem Jézusnak a tanítványa volt, de maga a Jelenések könyvének a belső összefüggése, a nyelvtani hasonlósága a levelével, illetve a evangéliumával kétséget kizáróan bizonyossá teszik, hogy itt János apostolról van szó. Nem utolsó sorban Pápiásznak a bizonyságára kell utalni, aki maga szintén a Kis-Ázsiában élt, illetve különböző szmírnai püspökökre, akik maguk János tanítványai voltak, és ők is leírták a feljegyzéseikben, hogy János apostol írta a Jelenések könyvét ezen a helyen. A Jelenések könyvének a műfaja, három műfajt találunk egy műben. Egyrészt találunk benne levelet, a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írt levél. Találunk benne jó pár profétai kijelentést, és természetesen apokaliptikus műről van szó, vagyis végidőkről szóló proféciákról és kijelentésekről. Igaz, hogy a hét kis-ázsiai gyülekezet ennek a levélnek a írásnak a címzetje, de ez valamennyi kereszténynek is szól, és a Jelenések egy-egyben azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinknak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak. Itt a Jézus Krisztus kijelentése kapcsán itt kétfajta értelmezés van, ugyanis lehet ezt a kijelentést alanyként és tájként is értelmezni, és úgy is lehet fordítani, hogy maga Jézus Krisztus adja a kijelentést, és akkor Jézus elküldi az ő szolgáját, és akkor kijelenti, vagy pedig ez a Jézus Krisztusról szóló kijelentés, vagyis ez az egész új szövetségi írás Jézus Krisztusról szól, őróla beszél, őrá mutat, és ha megnézzük a Jelenések könyvének a felépítését, bizony nagyon-nagyon sok helyen előfordul benne Jézus Krisztus személye és munkája, mindkét értelmezés helyes és pontos a bibliai kijelentéseknek a fényében. A Jelenések 1.19-ben olvasunk egy kulcsfontosságú igeverset, amit hajlandóak figyelmen kívül hagyni azok, akik a Jelenések könyvét tanulmányozzák. Itt azt olvashatjuk, hogy ezt mondja az Úr, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Ez tulajdonképpen a Jelenések könyvének egy hármas felosztását teszi lehetővé, amennyiben az értelmezésünk helyes. Az amiket láttál, az első fejezetre vonatkozik, amikor Jézus Krisztus bemutatkozik az Úr napján. Itt nem a vasárnapról van szó, mint sokan értelmezik. Az Úr napja az egy speciális kifejezés, a Kyrion Hemera, vagy a Yom Yahve, a Yom Adonai a Ószövetségből. Azt a speciális időszakot jelenti, amikor Isten ítélete el fog érkezni a földre. Ha megnézitek a ószövetségi kijelentéseket az Úr napjáról, akkor sötétségnek a napja, a borúnak a napja, a homálynak a napja, a sáskajárásnak a napja, a ítéletnek a napja, mindenféle ítélet van. Hát ez az ítéletnek az időszakára vonatkozik, és ebbe kapott betekintést János apostol. A második, harmadik fejezet, ez az amik vannak, ez a János korában élt és létező hét gyülekezetnek szóló kijelentés, amiknek mi a Jelenések könyvéről beszélünk és prófétai írásról, prófétai jelentősége is van, hét egyház történeti korszakot jelöl, és a negyedik résztől pedig, amik ezek után lesznek, ez a nyomorúság 7 év és az üftörténet lezárása. És ha megnézitek, a Jelenések negyedik rész is úgy kezdődik, hogy ezt inkább felolvasom, mert van benne két nagyon érdekes utalás. Jelenések negyedik részének az első verse, az egyház történelem korszaka után ezt olvashatjuk. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amely mint egy velem beszélő trombita szavát hallottam, ezt mondja, jöjj feled, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ez után. János elragadtatik szellemben, hall egy trombita szót, ez kicsit nagyon emlékeztet az elragadtatása, tehát valószínűleg János átéli ezt az eseményt is szellemében, és innentől kezdve kell majd számolni a 7 éves időszakot. És akkor nagyon röviden még a szünet előtt, a Máté 24-ben olvashatunk két kulcsfontosságú kifejezést a virágzással és a vajudással kapcsolatban. Jézus arról beszél, hogy az utolsó időkben, amikor különböző események lesznek, akkor sok vajudásnak a kezdete lesz, és azt tudjuk, hogy főleg nőtestvérek tudják, hogy a szülési fájásoknak hány szakasza van? Négy szakasza van. Vannak a jóslófájások, vannak az előkészítő fájások, a tolófájások és az utófájások. És a Jelenések könyve alapján
Most jelenleg az előkészítő fájások időszakában vagyunk, és a nyomorúság időszak az lesz a tolófájás, az a legkeményebb. Hát azt nőtestvérek meg tudják erősíteni, én az Úr kegyelmében nem éltem át ilyet, de vezettem már a szülésmentőgépjárműben, tehát tudom, hogy mit jelent, tudom, hogy miről beszélek, és az bizony a tolófájások az egy elég kemény időszak a hölgyek életében, és ahogy a szülésnél is nem a fájdalomra koncentrál a nő, hanem a gyerekre, az a fontos, úgymond idézőjelbe értsék a testvérek, a végeredménye fontos, hogy egy egészséges baba szülessen meg. Ugyanígy a végidőkkel kapcsolatban is a hívőknek nem arra kell koncentrálni, hogy milyen fájások lesznek, mennyire nehéz időszak van most esetleg körülöttünk is, hanem az, hogy milyen jó lesz, ha majd Jézus eljön és vissza fog térni az övéért, tehát nekünk erre kell koncentrálódni. És ami nagyon nagy különbség lesz az előkészítő, illetve a tolófájások között, hogy a jelenleg, ami természeti események zajlanak a világban, azok, akár földrengés vagy bármi, azok természettudományos módszerrel megmagyarázhatóak. A jelenések könyvében leírt csapások és ítéletek természettudományos módszerrel nem megmagyarázhatóak. Azok természet fölötti események lesznek. Ez lesz egy választóvonal, hogy meg tudjuk ítélni, hogy benne vagyunk-e a nyomorúság időszakában, vagy nem. Amit természettudományosan meg lehet magyarázni, az még nem az. Ha viszont már nem természettudományos, mint például majd látni fogjuk, hogy a tűzzel kevert jég meg ilyesmi, akkor tudni fogjuk, hogy itt bizony már benne vagyunk vastagon a dolgokba. És a fügefának a virágzása pedig egyértelműen Izrael állam megalakulására utal. A végidők kapcsán több témát szoktak megvizsgálni, ezekről ma nem fogunk mindről beszélni. Vannak az úgynevezett geopolitikai jelek, erkölcsi vagy társadalmi jelek, gazdasági vagy pénzügyi jelek, technológiai jelek vannak, természeti jelek, Izraellel kapcsolatos jelek, illetve az egyház és az utolsó idők. Szívesen beszélnék mindegyikről, de hát sajnos az időnk véges. Az előttünk álló profétikus események, ahogy mondtam, a 7 éves időszakban nagyjából felvázolva, a római birodalomnak az újjáéledése, a hitvalló egyház elragadtatása. Itt a kérdője nem arra vonatkozik, hogy megtörténik-e vagy sem, hanem hogy mikor fog ez az esemény bekövetkezni. Az Antikrisztusnak a felemelkedése, 7 éves szövetség Izraellel, a közel-keleti háborúk, Gog és szövetségeseinek támadása, az armageddoni gyülekezés, illetve a messiás eljövetele. És akkor itt tartanánk egy kis szünetet még. Következő 45 percben megpróbálom a jelenések könyvét nagy léptékben áttanulmányozni, és egy kicsit kitérek majd napjaink prófétai eseményeire, vagy prófétai beteljesedésű eseményeire. A jelenések könyvének a második és a harmadik fejezete az úgynevezett 7 gyülekezeti levelet tartalmazza. Efézusba, Szmirnába, Pergámonba, Tiátirába, Szárdészba, Filadelfiába és Laodíceába íródnak a levelek. 7 részre bontható minden egyes levél. Megvan a címzése, Jézusnak van egy bemutatkozása, a Tudom a te dolgaidat című bevezető gondolatok, aztán a panasz következik, kivéve Szmirna és Filadelfia, tartalmaz egy buzdítást, tartalmaz egy akinek van füle, hallja felszólítást, és végül a győzteseknek egy ígéretet. Most sajnos nem tudunk végigmenni a 7 egyháznak a részletes elemzésén. Azt látni kell, hogy ez a 7 gyülekezet, ezek nagyon fontos központi városok voltak a kis-ázsiai térségben, kulturális, gazdasági, politikai értelemben véve is egy nagyon jelentős városok voltak. Laodicea például egy bankközpont volt, tulajdonképpen egy ilyen nagy gazdasági központ volt, és annyira gazdagok voltak a lakosok, hogy amikor 64-ben megtörténik a földrengés, a római birodalomtól még nem is fogadtak el pénzt, hogy a várost újjáépítsék, hanem a lakosok építették maguk újjá a várost, olyan gazdagok voltak. Nem véletlenül mondja az írás is, hogy azt mondtad, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És nagyon sok biblia tanító egyértelműen vallja, hogy ez a 7 egyház, 7 egyház történelmi korszakot is jelent. Az efézusi gyülekezetnek írt levél, ez az úgynevezett apostoli egyházat írja le, amely 100-tól 220-ig terjedt, aminek az volt a jelentősége, hogy az első szeretet meghidegült, és különböző hamis tévtanítók kezdtek el beszüremkedni Isten népe közé, Isten egyházába, erre utal a hamis apostolok
kifejezés, illetve az apostoloknak a megvizsgálása. Majd következik a szmírnai időszak, ez a mártíregyháznak a korszaka, 220-tól 313-ig. Itt a 10 napig való nyomorúság, ez hajszál pontosan megegyezik ebben az időszakban 10 császár által támasztott egyházüldözéssel, és a sátán célja egyértelműen az volt, hogy az egyházat felszámolja, megsemmisítse, és amikor nem sikerült, akkor belépünk a pergamoni korszakba, az államegyház időszakába, amely Nagy Gergely pápáig tart 313-tól 590-ig, és maga a pergamon kifejezés is azt jelenti, hogy házasság, a gamos kifejezésből. Elnézést. És ekkor történik meg az összeházasodás az állam hatalommal, a római birodalommal és a Isten egyházával. Ekkor kerülnek be a római egyházba olyan pogány elemek és olyan pogány szokások és gyakorlatok, amelyek később a középkori egyháznak az állapotát és a mai napig történő helyzetét mind a mai napig elhatározza, akár csak a Mária kultuszra gondolunk, az áldozatra, a szenteknek a tiszteletére, a misa áldozatra, stb. Ezeket lehetne sorolni. És ebben igazából az az érdekes, hogy amikor, és erre nem beszéltem korábban, amikor Babilont elfoglalják a médek és a perzsák, akkor a babiloni mágusok és varázslók, bölcseknek egy része két helyre menekül ebből a térségből. Egyrészt Kis-Ázsiába menekülnek, Pergamon térségébe, illetve Tírusznak a térségébe, Szirofőníciába, és Krisztus előtt a 133-ban a pergamoni királyság Attalosz uralkodás alatt átadja a hatalmat Rómának, és a babiloni bölcseknek a szellemi vezetője és feje mindig egy Pontifex Maximus nevű személy volt ezzel a címmel, és ezt a római császárok később felveszik, ha jól emlékszem, vagy Augustus, vagy Julius vette fel először ezt a Pontifex Maximus címet, ami a babiloni bölcsek és varázslóknak a tudományának a legbeavatottabb személyét jelentette, és amikor a kereszténység államegyházzá válik, akkor az egyik istenfélő római császár nem hajlandó tovább hordani ezt a Pontifex Maximus címet, és kérdés az, hogy kivette fel ezt a titulust, római pápa jelenkezett érte, és átveszi ezzel a szellemi örökséget Babilon fölött is. Erről majd talán Babilonnál majd kicsikét még fogunk beszélni, ha bele fog férni az időnkbe. Utána következik a népegyháznak, illetve az egyházállamnak a korszaka, ez a reformáció koráig tart, 590-től 1517-ig. Ennek az időszaknak a jellemzője maga Tiátira szó szerint, hogy áldozat. Az áldozat van a középpontban, illetve egy Jézabel nevű hölgynek a radikális befolyása a gyülekezet és a közösség életébe, vagyis egy nő kerül középpontba ebbe az időszakba. Könnyen ki tudjuk találni, hogy kiről van szó. És az sem véletlen, hogy az egyháznak a gyengülését az fogja okozni, és a reformációnak a kitörését, hogy gyermekeidet megverem dökhalállal, és beteg ágyba vetem őt, tehát gyakorlatilag tehetetlenné teszem. És tudjuk, hogy a reformációt megelőzően mi volt Európában? A nagy pestis járvány volt, amely alapjaiban rengette meg a katolikus egyházat és a katolikus hitbe vetett bizalmat, mert úgymond látszólag Isten nem segítette meg a nagy keresztény Európát. Ezután következik a szárdiszi időszak, 1517-től 1648-ig ez a népegyház korszaka, ami valóban egy nagy ébredési mozgalom volt, és Isten elkezdte az ő munkáját. És érdekes, hogy a negyedik résztől, a tiátirai korszaktól írja már az írás, hogy Jézus vissza is fog térni, és az utolsó négy egyház történeti időszak meg fogja érni Jézusnak a visszajövetelét, míg az első három az nem. Tehát soha többet nem lesz olyan, hogy apostoli korszak, nem lesz olyan, hogy globális, egész földre kiterjedő keresztény üldözés, és nem lesz olyan, hogy egy uralkodó állam, ami az egész földet uralja, a kereszténységet teszi államvallássá, pont ez az ellenkezője lesz majd a nyomorúság időszakában, még a katolicizmustól számítva az összes egyház történeti korszak bele fog majd torkolni az elragadtatásba. Tehát a szárdiszi időszak, ez a népegyháznak a korszaka, aminek a jellemzője, és az egyik bűne, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A reformáció alig 150 év alatt vakvágányra futott, abban az értelemben, hogy bár radikálisan szakítottak nagyon sok teológiai tantétellel a római katolikus egyházzal szemben, mégis bizonyos kérdésekben, akár az állam általi védelemben,
a keresztség kérdésében, a szolgálatok kérdésében, a karizmatikus dolgok kérdésében nem tértek vissza Isten igéhez, Isten beszédéhez, és az az állapot alakult, amiről az írás is beszél, hogy az a nevük, hogy élnek, pedig halottak voltak, és éppen ezért 1648-tól megindul a missziói egyház korszaka. Ekkor már nagyon nagy mértékben terjednek a különböző bibliafordítások, és elkezdődik a különböző ébredési hullámok. Elég csak arra gondolni, hogy a puritán egyházatják is kimennek Amerikába, elkezdődnek az amerikai ébredések, Európában jönnek Labadiáék, Zinzendorf grófék, jönnek a Wesleyánusok, aztán ismét amerikai ébredés van, és aztán jönnek az Európában, folyamatosan a skandináv országokban, majd később látjuk Walesben és Angliában is, majd később Magyarországon is komoly ébredések vannak. Ez a korszak, a philadelphiai korszak, ami a testvérszeretetet jelenti a philia és a delphai kifejezésből, ez a testvéri közösségre helyezi a hangsúlyt, és hogy Isten nyitott ajtót adott eléjük, és a nyitott ajtón teljes mértékben bementek, és nem államhatalommal terjesztették a hitet, mint a reformáció korában, és véres háborúk útján, hanem szellemi módon, és ahogy mondtam, a teológia alapja az volt, hogy egyre jobbá tesszük a világot, egyre több keresztény lesz, és Jézusnak az eljövetelét meg fogjuk sürgetni. És ahogy mondtam, hogy egy nagy kiábrándulás volt a 20. századnak a első felében, amikor a világháború bekövetkezett, és innentől kezdve kezdhetjük el számolni a laodiceai korszakot, amelynek az a jellegzetessége, hogy a Biblia kritika, ami a 19. században megindult, illetve a teremtéstudománynak a felülbírálata behozta a langyosságot a keresztény közösségekbe, teológiákba, egyházakba, és nem véletlenül, hogy a laodiceai gyülekezethez itt levő, hogy kezdődik? Jézus az Isten teremtésének a kezdete, tehát már itt egy darwini kritikával találkozunk a laodiceai gyülekezet kapcsán, és a kereszténység döntő többsége, hiszen Jézus kicsinyáiról beszél már az elrakottatás kapcsán is, ebbe a névleges egyház korszakába fog tartozni, és ahogy lehet látni az igéből, ennek a korszaknak nem elsősorban az a jellemzője, hogy a keresztények langyossá válnak, vakká válnak, szellemileg, lelkileg megnyomorodnak, mert ez következmény. Az igazi ok az, hogy Jézus hol van ebben a korszakban? Az ajtó előtt áll. Valahogy ez olyan, mint amikor én is voltam olyan gyülekezetben, úgy jártam, mint Mária, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Tehát keresni kell Jézust a gyülekezetekben. Hát látszólag minden megvan a gyülekezetben, mint annak idején Betlehemben, csak kenyér nincs. Hát működik a istentisztelet, megy a liturgia, vannak szolgálattevők, de nincs élet a gyülekezetben, mert nincs ott Krisztus. Épp a múltkor láttam egy vicces képet, és sajnos elfelejtettem elhozni. Nagyon tetszett, van egy gyülekezeti ház, van egy gyülekezet, és akkor egy templom pontosabban, és akkor Jézus áll az ajtón kívül, és be akar menni a kilincsen keresztül, és akkor bent van 8-10-en nyomják az ajtót visszafele, és alá volt írva, hogy nehogy beengedjétek, mert minden megváltoztat. Körülbelül ez jellemzi Laodiceát, hogy sokan félnek attól, hogy ha Jézus bejön, akkor rendet is fog tenni. Alapvetően ez a probléma, és jelenleg ez a laodiceai korszak zajlik. Ez a laodiceai korszakra még az is jellemző, hogy engedni fog a hitetésnek, és a kereszténységnek ez a laodiceai ága lesz az, amely majd bele fog torkolni a vallásos Babilonba, ami a föld összes vallását majd egy nagy ökumenikus vallásán fogja gyúrni, aminek majd a felügyeletét az Antikrisztus előbb a hamis prófétára fogja bízni, majd a 3,5 év végén bedalálja ezt a hamis babiloni vallást, hogy ő magát istenítse, ő maga legyen az Isten, beülve az Istennek a templomában, Jeruzsálemben. Ez tehát röviden a 7 gyülekezethez írt levél és a 7 korszak. Ajánlom mindenkinek, hogy prófétai szempontból nézze át ezeket. Sok utalást kihagytam, csak egy kis ízelítőt szerettem volna belőle bemutatni. Aztán elérkezünk a 4.-5. fejezethez. Itt Isten mennyei trónterméről olvasunk, amikor a mennyei Sanhedrin, a 24 fős presbiteri tanács ott van Isten jelenlétében, csak ők ülnek a mennyben, mindenki más áll, csak ez a 24 trónszék. Hát sok minden elmélet van ezzel kapcsolatban, valakik azt mondják, hogy a 12 ősatya, illetve a 12 apostol foglal itt helyet, valaki azt mondja, hogy itt a gyülekezet szerepel szimbolikusan, mind a kettőre vannak pró és kontra érvek, mindkettőt lehet igeileg támogatni, igeileg ellentmondani, de a lényeg mindenképpen abban áll, hogy Istennek a uralma és az Istennek az uralkodása az olyan mértékben teljhatalmú,
hogy Isten az ő szabad akaratából az ő uralmát és kormányzását meg szokta osztani. Ezt a Biblia mennyei tanácsnak is hívja. A Bibliában nagyon sok példa van rá. A bizonyos prófétai ajándékok betekintést tudnak nyerni ebbe a mennyei tanácskozásba, és innen hozni frissen kijelentést Isten közvetlen uralmáról. A Dániel könyve is szintén beszél erről, amikor Nabukodonozortól elveszik a hatalmat, ott is olvasok, hogy ítélők ültek le, és a szentek határozatából van ez a döntés. Tehát Isten megosztja az ő uralmát, és már ilyen is a könyvben látni is fogjuk, hogy amikor a vizek véré válnak, akkor a vizek angyala mit mond Istennek? Jól döntöttél, igazságosan cselekedtél, mert ezzel fizetsz azoknak, akik ártottak a tieidnek. Tehát a vizeknek a angyala is visszaigazolja Istennek, mint egy úgymond nagy főnöknek idéző jelbe, hogy jó döntés hozott a vezérigazgató. Tehát majd erre lesz példa nagyon sok a Jelenések könyvébe. És itt olvashatunk arról, hogy Jézus Krisztus a megváltó vérrokon színre lép, és sajnos nem tudjuk kielemezni, de igen tanulságos volna, hogy ami le van írva a mennyei istentiszteletről, hogy az oltárról, az oltár alatt lévő lelkekről, a különböző trombitálásról, az angyal szózatáról, a pecsétek feltöréséről, ezek hajszálpontos párhuzamban vannak a Jeruzsálemi templomban zajlott istentiszteleti leírással. Dettó ugyanazok szerepelnek itt, és már csak ez is kizárja, hogy egy első század végén élt görög presbiter írja ezt a könyvet, 20 évvel a templom lerombolása után, mert neki köze nem lehetett ahhoz, hogy hogyan is zajlottak akkor az istentiszteletek Jeruzsálemben. Ez csak egyedül János apostol tudhatta ebben a mélységben és ebben a irányzékban. Hát itt is lehet látni, hogy megjelenik a bárány, a megöletett bárány, és minden reggel úgy kezdődött az istentisztelet a Jeruzsálemi templomban, csak egy kis pici ízelítő, hogy a Sanhedrin összegyűlt, imádkoztak, és a mindennapi égőáldozati bárányt feláldozták az oltáron, ahogy itt is ez megjelenik, majd később történik az imádat és a dicséret, amikor a tömjén füstje felszáll a Jeruzsálemi templomban is, elkezdenek kürtöket fújni, és ez azért is volt szükség, mert a papok egy része, illetve a szolgálók egy része a közeli Jerikóból érkezett Jeruzsálembe, és amikor hallotta a kürtölést, akkor tudta, hogy csak pár perc van, hogy elfoglalja a szolgálati helyét, és akkor rohantak ezzel a papok, hogy nehogy lekéssék az istentiszteletet. Akkor is késtek már egy páron, baptisták akkor is voltak, tehát csak őket akkor még nem így hívták. És szintén érdekes, amikor olvashatunk a későbbi fejezetben arról, hogy egy tálat ledob az angyal, és ilyen hatalmas égzengés van, meg tűz, meg eső, meg minden van. A Jeruzsálemi templomban is ezt megcsinálták, hogy amikor a áldozati oltáról parazsat vittek fel a belső részbe, akkor a maradék parazsat, amit nem használtak fel, akkor azt a papok a földhöz vágták, hatalmas csilingelés volt, és ugyanúgy a szikrák is szétfröcsköltek belőle. Tehát érdemes ebből a szempontból is megnézni ezt a dolgot. Josephus Flavius írásait ajánlom nagy szeretettel a testvérek figyelmébe, aki az első században a második templom korának egyik hiteles beszámolóját közli. Ott lehet olvasni ezekről a különböző áldozati típusokról. És most érünk a lényeghez. Itt egy nagyon picit elidőzünk. Az egyház elragadtatásáról. Itt olvasunk még különböző égeszakaszokat a János 14:3. Itt az a lényege, hogy Jézus, amikor visszajön az övéért, akkor elviszi oda, ahol ő van, ahol az atya helyet készített az egyháznak. Az 1 Tesszalonika 4:13-18-ban már kicsit bővebb leírást találunk erről. Itt megtudjuk azt, hogy nem csak azok fognak elragadtatni, akik élnek, hanem azok is, akik már Krisztusban elhunytak. Ezek együtt fognak majd az Úr elé érkezni, és itt használja már a Biblia, hogy az arkangyal szavával. A Bibliában egy arkangyalról olvasunk, Mihály arkangyalról. Vélhetően ő lesz majd az, aki ezt a fajta eseményt el fogja indítani, és itt Pál egy olyan képet használ, ami a római csapatoknak a táborhelyének a elköltözéséről beszél, vagyis hogy összecsomagolni, és akkor indulunk. Tulajdonképpen erről szól ez az ige szakasz. Az 1 Korintus 15:51-ben pedig azt olvashatjuk, hogy az elragadtatás az egy titok a Új Szövetségben, és az elragadtatásnak az a titka, hogy az Ószövetségben ez nem lett kijelentve. Hát az ki lehet jelentve az Ószövetségben, hogy lesz feltámadás, meg az igazak feltámadnak, de az, hogy még élő emberek el fognak ragadtatni, az nem lett kijelentve az Ószövetségben. És itt van két-három nagyon érdekes
dolog. Az egyik az, hogy mindnyájan el fogunk változni. Ez csak azért emelem ki, mert van olyan teológiai nézet, amely azt mondja, hogy az elragadtatás több szakaszban fog megtörténni. Először azok ragadtatnak el, akik úgymond jó hívők voltak, míg az összes többinek itt kell maradni a nyomorúság időszakába is szenvednie kell, és csak a jó hívők ragadtatnak el. Itt Pál apostol azoknak mondja, hogy mindnyájan elragadtatunk, akik, hol is éltek? Korintusba. Hát nem a legfullextrásabb gyülekezet volt, igaz? Kiskorúak voltak, veszekedtek, paráználkodtak. Ezeknek írja Pál, hogy mindnyájan elváltozunk. Nincs részleges elváltozás, mindnyájan el fogunk változni. Az elragadtatás az vagy mindenkit érint, vagy idézőjelben senkit, tehát nincs olyan, hogy a hívőket részekre szakítani. Krisztus testét nem lehet szétszakítani, hogy előbb a kezét viszi el az Úr, aztán a lábát, aztán meg a törzsét, ilyen nincs a Bibliában. Vagy együtt ragadtatik le az egyház, vagy sehogy. Tehát más verzió nem képzelhető el. A hirtelen elragadtatás, ami szintén itt szerepel, az egy nagyon ismert görög szó, az atomos kifejezés, vagyis azt jelenti, hogy a másodperc atomi töltrésze alatt fog megtörténni. Vagyis olyan rövid idő lesz a szempillantásnyi hamar rövid idő, amit emberi észre nem tudunk felfogni. Tehát egyszer itt vagyunk, és mire az ember csak ennyit csinál, már az is sok idő, és már az Úrnál vagyunk. Pillanatok alatt fog bekövetkezni esemény. És az, hogy mikor Pál azt mondja, hogy szükséges, hogy ez a test romolhatatlanságot öltsön magára, ott pedig egy olyan kifejezést használ a görögben, ez a dei kifejezés, ami azt jelenti, hogy logikusan szükséges. Mert kikerülhetetlenül szükséges, hogy a hívők teste, akik még élnek, illetve feltámadnak, az elváltozzon, hogy ne test és vér formájában kerüljön Isten jelenlétébe, hanem abban megdicsőült és feltámadt testben, amellyel Jézus Krisztus is rendelkezett, ami fölött nincs hatalma a halálnak, és így tulajdonképpen a bűneset előtt, ami a szellemvilágban, a földi bűneset előtt, ami a szellemvilágban történt a sátánnak a lázadása, amikor az anyag és a szellemvilág ketté szakadt, az a Krisztus feltámadásában egyesült, és majd a végkifejletben ugyanígy egyesülni fognak ezek a dolgok, és a bűneset majd a későbbiekben nem fog megismétlődni. A Lukács, illetve ami még itt nagyon fontos, ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a 1 Korintus 15 51-58 szakaszban szerepel az, hogy az utolsó trombita szóra történik ez. És hát ugyebár a legtöbb írásmagyarázó ezzel kapcsolatban, vagy több írásmagyarázó ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ez a hetedik trombita szó. Csak most ezzel legalább két probléma van. Az egyik az, hogy hol is kezdjük, hogy beleférjen az időbe. Amikor János apostol írja a jelenések könyvét, akkor Krisztus után 95 körül járunk, ez a levél pedig ilyen 55-56 körül íródik, mert kb. 40 évvel korábban. Ha ezt most Pál apostol leírja, az utolsó trombita szóra elragadtatik a gyülekezet, akkor tudták volna, hogy miről beszél. Nem tudták volna, mert nem volt kijelentés. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy Pál apostol nagyon sok ószövetségi dologról tesz említést a korintusiakhoz írt levélben. És ebbe szintén nem fogunk most belemenni. Az egyháznak a üsztörténeti korszakát szimbolikusan ábrázolja a ószövetségi hét ünnep, és nagyon érdekes, hogy ebből a hét ünnepből már három bekövetkezett, a negyedik előttünk van, és a másik három majd a ezer éves királyságban fog majd bekövetkezni, és az az ünnep, ami most előttünk áll, ha most veszük azt, hogy a Páska a hetek ünnepe és a zsengéknek az ünnepe, akkor most következik a minek az ünnepe? A kürtzengésnek az ünnepe. És Pál apostol biztos beszélt erről, és ott a nagy kürtzengés ünnepén megfújták az utolsó nagy trombitát, az ünnep végén, ez volt a Tekia Hagadola, ami az ünnep lezárását jelentette, valaminek a végét jelentette. Most nagyon-nagyon nagy valószínűség van arra, hogy Pál apostol itt erről beszélt, és arra nem is beszél, hogy a jelenések könyvében lévő hét trombita az az ítélet trombitája, ez pedig a kegyelem trombitája. Hát ott mindig ítéletről van szó, itt pedig kegyelemről van szó. Hát szerintem... És ha már a trombitákat keressük, akkor, ahogy mondtam, a jelenések 4-ben is úgy kezdődik, hogy János egy trombitát hall. Tehát ha a negyedik részben is van már trombita, hát lehet, hogy esetleg az lesz az utolsó trombita, nem tudjuk pontosan. Ezt a kérdést picit nyitva hagyom, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy igényleg tartható lenne az az álláspont, hogy ez a hetedik trombita szó az ítéletnek a trombita szava lenne a jelenések könyve alapján. Ami sokkal izgalmasabb és fajsúlyosabb kérdés, az a Lukács evangélium a 21. része, ami igazából nagyon nyitva hagyja azt a kérdést, bár, ahogy mondtam őszintén, megmondva, jelenleg úgy látom, hogy az egyház nem lesz itt a nyomorúság időszakában. Ez a Lukács 21, 34-37-ben ezt olvashatjuk. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ezért gondjai miatt, és váratlanul
rátok ne jöjjön az a nap. Mert mintegy tör úgy lep meg mindenkit, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Picit gondolkodjunk. Miről beszél Jézus? El fog jönni egy nyomorúságos időszak, ami kit fog érinteni, az akkor a földön élőket, az egész földön lakókat. És az Úr mit kér az övéitől? Hogy imádkozzatok, hogy menjen ez egyik a ti szívetek, imádkozzatok azért minden időben kérvén, hogy elkerüljétek mindezeket. Mi az egyház dolga, hogy elkerülje a nyomorúságot? Hogy imádkozzon. El lehet kerülni a nyomorúságot? Az egyháznak? El. De mi a feltétel? Hogy imádkozzon. Igen. Pontosan az imádkozás ezt is jelenti. Itt azért, ha megnézzük, elég fajsúlyos bűnök vannak, és itt hívőkről beszél az ige. Részegség, dobzódás, mámor. Tehát itt egy elég komoly erkölcsi bűnben lévő dolgokról beszél Jézus, és mondja Jézus, hogy nehogy belecsúszhatok ezekbe a dolgokba. És ezért az egyháznak lehet imádkozni, hogy Uram, ha csak, ha lehetséges, nem menjünk bele a nagy nyomorúságba. Az egyháznak lehet ezért imádkozni, hogy, ahogy mondja az írás, hogy elkerüljétek mindezeket, és hogy megállhassatok az ember fia előtt, már pedig Jézus előtt hol tudunk megállni? A mennyben fogunk megállni az Úr előtt. Tehát az egyháznak úgymond felelőssége, hogy imádkozzon azért, hogy Isten ne vigye bele az ő népét a nyomorúságban. De megteheti? Megteheti az Úr. Ezért fontos, és nem véletlenül mondja a Biblia, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, nehogy megtévesszenek benneteket, sok hamis próféta jön, rengeteg mindenről beszél az ige, mert ha a hívők ezzel kezdenek el foglalkozni, és nem azzal, hogy imádkozzanak, könyörögjenek, lelkeket mentsenek, akkor szerintem probléma lesz. Azért mondom, hogy ez egy kicsit nyitva hagyja ezt a kérdést, de jelenlegi látásom szerint, és majd mindjárt mondok erre igéket, az egyház már nem lesz itt a nyomorúság időszakában. Az 1 Tesszalonika 5.9 az szintén egy nagyon hangsúlyos kifejezés. Az 1 Tesszalonika 5.9-ben azt olvashatjuk, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. A nyomorúság időszakát az Isten haragjának a napjának nevezi, és a Tesszalonika levél világosan beszél arra, hogy Isten minket nem a haragra rendelt. Az a legnagyobb probléma az elragadtatással, hogyha a nyomorúság időszakán belül fog bekövetkezni, hogy az egyház végigél a nyomorúságot, hogy akkor a hívők, akkor Krisztus áldozata felesleges volt. Mert ha a mi bűneinket Krisztusért, vagy Isten a mi bűneinket Krisztusban megbüntette, akkor miért szenvednénk el a következményét a nyomorúság időszakában? Érthető a probléma. Ez egy nagyon nehéz kérdés ebből a szempontból, hogy ha Jézus megbocsátotta minden bűnünket, akkor miért kell érte még vezekelnünk. Ez teljesen ellentmond a megváltás logikájának és történetének, illetve szintén az 1 Tesszalonika 5. részében azt olvashatjuk a más 3. versben, mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen beszerelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Mit ír Pál? Szó szerint mit olvasunk itt? Hogy akkor tör, kire? Rájuk. Nem ránk, rájuk. Nem a hívőkkel azonosítja az utolsó idők nyomorúságát. Nézzék meg a testvérek. Pál nem azt a többes számot használja, hanem a világiakra használja ezt a békesség és biztonság kifejezést. Hát röviden ennyit erről is, hogy mondtam, 3 álláspont van. Az egyik a pretribuláció, amikor azt mondják, hogy a nyomorúság előtt következik be, az elragadtatás. Valaki azt mondja, hogy a nyomorúság közepén fog bekövetkezni, ez a mid-tribuláció, hogy az első 3,5 év, ami egy kicsikét úgymond lájtosabb nyomorúság lesz, azt még itt megéli az egyház, viszont a közepén elviszi az Úr. De ezzel mi a probléma? Ha tudom, hogy a 7 éves nyomorúság elkezdődik a szerződés kötéssel, akkor napra pontosan be tudom lőni, hogy Jézus mikor jön vissza a nyomorúság közepén. 1260 nap. Plusz-minusz pár napot tévedhetek, de tudom, hogy mikorra kell elkészülnöm, addig megélek, ahogy élek. Ez szerintem igényleg nem igazolható. És a 3. pedig a poszttribuláció, a nyomorúság végén, amit nagyon sokan tanítanak, aminek nincs igei alapja, és egy rövid táblázat, hogy miért nem. Az első eljövetel az egyházért, azt olvashatjuk, hogy titok, az Ószövetségben nincsen róla szó. A 2. eljövetelről viszont tele van az Ószövetség, amikor Jézus dicsőségben megjelenik. Az első eljövetel, akkor Jézus a levegő égben, a levegő égig jön el, míg a 2. eljövetel, akkor a földre fog megérkezni. Az első eljövetel az áldásnak a napja, 1 Tesszalonika 4-ben olvashatunk erről, míg a 2. eljövetel az ítéletnek a napja lesz.
Az első eljövetel pillanatok alatt történik láthatatlanul, míg a második eljövetel láthatóan történik majd. Nincsenek előjelei ennek a napnak, míg a második eljövetelnek nagyon sok jele lesz. Az első eljövetelkor nem olvasunk a sátánról, míg a második eljövetelnél olvassuk, hogy meg lesz kötözve. Az első eljövetelkor a hívők el lesznek változva, míg a második eljövetelkor nincs átváltozás, csak a nyomorúság szentjeinek a feltámadása, a jelenések 20. része szerint. Aztán mennyei ítélet van a Róma 14.10-ben és a 2. Korintus 5.10-ben, míg a második eljövetelkor csak földítéletről olvasunk, Jósafát földjében a nemzetek ítélete, Izraelnek az ítélete pedig a 12 apostol által. Az első eljövetelkor Krisztus gyűjti össze az övéit, míg a második eljövetelkor angyalok gyűjtik össze az embereket. Első eljövetelkor Jézus Krisztus nem lovon érkezik meg, míg a második eljövetelkor már az övéivel jön el. Tehát Jézusnak ezt a két eseményét, az első és a második eljövetelét bibliai szempontból nem lehet egynek tekinteni, nem lehet összekeverni, nem lehet összeelegyíteni, két teljesen különálló esemény. És ami igazából az elragadtatás a nyomorúság elé helyezésének a szempontja, annak inkább nem csak az a, nekem a meggyőződésem, hogy nem leszünk itt, hogy a jelenések 4-től 19-ig nem szerepel az egyháza jelenések könyvében, mert a hallgatásra nem építünk teológiát, hanem egy jó pár olyan kérdés van, amit nem lehet megmagyarázni, hogyha az egyház itt van. Csak nagyon röviden. Hogyha az egyház itt van, illetve működnek a kegyelmi ajándékok, akkor miért van szükség két olyan tanúra, aki nagyobb jeleket és csodákat tesznek, mint az apostolok? Ha az egyház itt van, akkor miért kell egy angyalnak az örökkévaló evangéliumot hirdetni? Hogyha az egyház itt van, akkor hogyan működnek az izraeli áldozatok, ami egy másik történeti korszak, és ez teológiailag értelmezhetetlen, hogy Isten elfogadja Izraelnek az áldozatát, miközben a földön még zajlik a kegyelmi időszak és az egyháznak a korszaka, hol egyértelműen Isten templomának írja le, és Istennek tetsző áldozatnak mutatja be a jeruzsálemi Isten tiszteleteket majd a nyomorúság időszakában. Tehát szintén nem tudom értelmezni, hogyha az egyház itt van a jelenések 13-ban, hogy az Antikrisztus le fogja győzni a szenteket, hol az írás azt mondja, hogy az egyházon még a pokol kapuj sem vehetnek diadalmat. És miért nem használja az írás azt, amit korábban használt a jelenések 2-3-ban, hogy hallja, akinek van füle hallása, hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek, és később már csak annyit mond az ige, akinek van füle hallása, hallja, hogy mit mond a szellem. De az eklézsia szó már nincsen benne. A nyomorúság közepén, ha valamikor bátorítás lenne szükség az egyháznak, ha itt van, akkor, az pont akkor lenne. És lehetne még sorolni ezeket a dolgokat, amiket nem tudok összeegyeztetni azzal, hogyha az egyház a nyomorúság időszakában itt van, akkor ezeket az eseményeket nem lehet összeegyeztetni más új szövetségi kijelentésekkel. Ez érthető volt, igaz? Hát azért mondom, hogy jelenlegi látásom szerint, és a másik probléma az, ahogy mondtam, hogy a 7 éves időszak elkezdődik, és az egyház itt van a 7 éves időszakban, ott szinte napra, hónapra pontos kronológiák vannak, és hogyha még a végén is jönne vissza az Úr, szinte napra pontosan ki lehetne számolni, hogy mikor lesz az elragadtatás, vagy Jézussal való találkozás. Az egyház meg ilyet, az Jézus kijelentése értelmében nem tehet, hogy azt a napot és azt az órát nem fogjuk tudni. Képtelenség ezt az időszakot behatárolni. Tehát reménységem az és jelenlegi látásom, hogy az egyház már nem lesz itt a nyomorúság időszakában, az Úr megkönnyörül az ő népén, és nem leszünk része annak az ítéletnek, ami majd a földet fogja sújtani, és ahogy mondtam, ez a 70. évhét a dánieli proféciák alapján a te népedre és városodra van kiszabva, tehát nem Isten új szövetségi népének. Akkor az időrövidségemet nézzük át röviden az első 3,5 évet. Ahogy mondtam, ez Dánielnek a utolsó évhete. Felemelkedik az Antikrisztus, a kis szarv. Itt nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, hogy nagyon sokan az Európai Unióval azonosítják a újjáélő római birodalmat, de hogy láthattuk a térképen is, ennek a római birodalomnak hány lába volt? 2. És a második lába az a mai Közel-Kelet és Észak-Afrika a római uram kiterjedésében. Hát valószínűleg az Antikrisztus valamilyen globális katasztrófa vagy krízis során olyan hatalomhoz fog jutni, hogy a volt római birodalom területének egy részét egy központosított, összefogott hatalommal fogja majd felállítani. És itt mondom el gyorsan, röviden azt a 4 elméletet, hogy ki is lehet az Antikrisztus. Gondolom, sokak foglalkoztak már vele. Ahogy mondtam, 4 elmélet van. Az egyik elmélet azt mondja, hogy ez római származású lesz, hiszen az eljövendő fejedelem népe fogja majd ezt a szövetséget megkötni. Hát valószínűleg római származású lesz, vagy olasz mai szóval mondhatjuk. Hát lehet, hogy olasz lesz. A második verzió azt mondja, hogy mivel Antiochus Epiphanes volt az előképe, lehet, hogy görög származású lesz.
hát valószínűleg görög vonalról kell keresni majd ezt az illetőt. A harmadik verzió azt mondja, hogy mivel Antikrisztus, ezért zsidó származású lesz, ez a harmadik elmélet, és nagyon érdekes, hogy a középkorban rabbinikus írások fennmaradtak arról, hogy Jézus eljövetelét, vagy bocsánat, a messiás eljövetelét megelőzően lesz majd egy hamis messiás, aki Babilonba fog születni, de Betlehembe fog majd felnőni, és innentől kezdve a Betlehemhez fogják majd kapcsolni a szemét, nagy jeleket és csodákat fog tenni, mielőtt majd tényleg meg fog érkezni a igazi messiás. Hát van egy ilyen verzió, és a bibliai alapja ennek az, hogy Dán törzse nem szerepel a 12 elpecsételt törzs között, és vele kapcsolatban használja a kígyó szimbólumot a jákobi, illetve a mózesi áldásban, hogy oroszlán kölyökhöz hasonlítja Dán törzsét, ami tudjuk, hogy Júda oroszlányához képest egy kicsinyített oroszlány, tehát van ennek is igei alapja, és van egy negyedik verzió, ez talán a kevésbé ismert, az pedig, hogy egy hitehagyott, megtért újjászületett keresztény lesz. És ennek egyetlen egy igei alapja van. Ha megnézzük az igében, a veszedelem fiának nevezi az Antikrisztust az írás, és kit hív még a Biblia veszedelem fiának? Júdást. Ő az a személy, aki Jézus apostola volt, hatalmas jeleket és csodákat tett, és mégis Jézus ellenségévé vált. Ez a négy verzió van, és ahogy mondtam, mind a négyre van igei alap. Megmondom őszintén, én nem tudok dönteni mellettük. Mind a négy mellett erős érvek szólnak. Ha lehetne így lehagyni belőlük, én inkább a zsidó és a hitehagyott keresztény között gondolkodnék inkább. De az is lehetséges, hogy valamilyen módon, ahogy például Jézus életében is láthattuk ezt, sok minden összefonódik, és lehet, hogy egy római származású zsidó lesz, aki megtérés újjászületik, és görög felmenői vannak, nem tudom. Tehát itt már lehet azért osztani, szorozni, nem tudjuk. De tény az, hogy egy nagyon erőteljes, határozott, karizmatikus uralkodó lesz, és Dániel próféta még egy nagyon sejtelmes kijelentést is tesz, hogy az asszonyok szerelmével nem törődik. Ezt én is úgy látom, hogy valószínűleg arra utal, hogy homoszexuális lesz. Ez nagyon valószínű, mert ha a mai korszellemet megnézzük, lassan már kötelező lesz a politikusoknak valamilyen irányba elkötelezni magát, és ez a homoszexuális lobby valószínűleg egy ilyen személlyel nagyon erőtérbe fog majd kerülni. Nem biztos, hogy így lesz, de nagyon ezt sejteti az írás, hogy az asszonyok szerelmével nem fog törődni, és ez az Antikrisztus lesz az, aki majd össze fogja fogni ezt a térséget, és kihasználja azt a Gog és Magog háborút, amelyben meggyengülnek azok az országok, amelyekkel nem kell majd hadakoznia, és ahogy mondtam, majd a babiloni vallási részt be fogja darálni majd a második 3,5 év kezdetére, hogy ő maga vegye át az uralmat. Ennyit tehát röviden az Antikrisztusról, és ahogy mondtam, most Európa abban a szakaszban van, hogy lehet, hogy elkezd keveredni a vas és cserép, és én sokat gondolkoztam ezen, de annál nagyobb globális káoszt nem tudok elképzelni, ami ki tudja az Antikrisztust emelni a névtelenségből, vagy az ilyen különböző lobbik térnyerése alól, mint az elragadtatás. Tehát nem tudok olyan globális káoszt, ami a legnagyobb lehetőséget biztosítja annak, hogy valaki egy elragadtatás után felálljon, és azt mondja, hogy én rendet fogok tenni. Ézsaiás 28-15-ben olvashatunk arra, hogy Izrael szövetséget köt a halállal, ez a 7 éves időszak. Nem minden izraeli fogja ezt természetesen elfogadni. Ennek cserébe Izrael területi békességet fog kapni, és valószínűleg ekkor fognak ígéretet kapni arra, hogy a jeruzsálemi templomot felépíthetik, és elkezdődik a jeruzsálemi templomnak a felépítése. Nem biztos, lehet, hogy már korábban elkezdődik, de a mai feszült háborús közel-keleti helyzetre tekintve nagyobb esély van arra, hogy ha most például Izrael elkezdene építeni a templomot, abból világháború lenne, ezt mindenki látja. Tehát egy nagyon erős garancia kell arra, hogy Izrael békében felépíthesse ezt a templomot. És feltűnik két tanúbizonyság. Itt is sok vita szokott menni, hogy ki lesz ez a két tanú. Én jelenleg Illés és Énok mellett teszem le a voksomat. Egyszerűen csak azért, mert ők ketten azok, akik nem haltak meg. Élő elevenen ragadtattak el. Az meg egy másik nagy kérdés, hogy igaz, hogy Mózes és Illéshez hasonló nagy jeleket és csodákat tesznek, és 3,5 évig végzik a szolgálatokat a népek, illetve Izrael felé, ekkor nagyon-nagyon sokan meg fognak térni, hiszen a hitvalló egyház reménységünk szerint már nem lesz itt, és ők veszik át ezt a szerepet. Ami igazából nagy kérdés, hogy a Antikrisztus ebben az időszakban, a 3,5 év után megöli ezt a két tanút. Most hogy lehet megölni két olyan embert, aki a mennyből érkezett?
a halhatatlanságból. Ezt feladom házi feladatnak, gondolkoznak rá. Tehát testvérek, meg én is gondolkozok rajta, mert ez kicsit fajsúlyos, hogy megdicsőült testben láthattuk őket a például Mózest és Illést is a megdicsőülés hegyén. Tehát ők lejönnek, és valamilyen módon képesek arra, hogy elveszítsék a földi életüket. Nem tudom pontosan ez, hogy fog történni. Viszont akkor történik még egy érdekes dolog. Azon kívül, hogy a internetes vagy a műholdas tévézés is benne van itt a Jelenések 13-ban, hiszen az egész föld látni fogja, amikor feltámad ez a két tanú. Egy kis internetes adatbázist is nézzünk meg, ha már itt járunk. A Jelenések 11. rész, 13. vers azt mondja, hogy feltámadások után, és lőn abban az órában nagy földindulás, a városnak tized része elesett, megölették a földindulásban 7000 ember neve. Magyarul 7000 embernek a nevével ezek után nem lehet találkozni, és az a kifejezések nagyon arra utalnak vélhetően, hogy egy a számítógépes adatbázisból 7000 embernek a nevét ki fogják törölni. Nagy valószínűséggel, hiszen nem a személyről van szó, hanem a nevéről van szó. Valamilyen listáról ki fogják húzni ezeket a neveket. És ebben az időszakban fog bekövetkezni majd a 7 pecsétnek az ítélete. Most már tényleg csak röviden. Az első 4 pecsét az apokalipszisnek a 4 lovasa, illetve a másik 2 pecsétet, ha megnézzük, ez teljesen összefüggésében van a Máté 24-ben leírt Jézus által meghatározott eseményeknek. A Jelenések könyvének a 6. részében olvashatunk a fehér lovon ülőről. Hát itt mindig megy a vita, hogy most Jézusról van szó, vagy nem Jézusról. A leírás alapján nagy valószínűséggel az Antikrisztusról van szó, ugyanis itt az angyal parancsol a lovasnak, Jézusnak pedig angyalok nem parancsolhatnak. Ez a dolog kizárja egymást. Másrészt Jézus is erről beszél, hogy a fehér ló és lovasa kijött, hogy győzve győzzön, utána pedig olvashatjuk majd a veres lovat, ami elveszi a békességet a földről. És amikor olvassuk a Máté 24-ben, hogy nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, ez nagyon sokan az elmúlt században a két világháborúra értették, de valószínűleg Jézus nem erre gondolt. Ebbe se tudunk belemenni. Csak egy igét olvasok fel ehhez. Ézsaiás próféta könyvének a 19. részének 2. verse. Összeveszítem az egyiptomiakat az egyiptomiakkal, és egyik hadakozik a másik ellen, kiki fele barátja ellen, város város ellen, ország ország ellen. Hát lehet, hogy ez a utalás, hogy város ország ország ellen támad nemzet nemzet ellen, ez nem világháború utal, hanem egy egyiptomi polgárháborúra fog majd utalni, és ezt összevetjük azzal, amit Dániel beszél, hogy dél királya és észak királya, akkor mindjárt kicsit közelebb kerülünk a végidők eseményeihez, de most erről csak így tűmondatokban. És utána olvashatunk még a különböző járványokról és csapásokról, amik a 7 pecsét kapcsán fogják majd érinteni a földet, és ezek folyamatos hullámban fognak majd érkezni az első időszakban. Utána olvashatunk még a oltár alatt lévő mártírokról, tehát a mártíroknak a véréről. Itt is lehet látni, hogy ezek nem biztos, hogy keresztény mártírok, mert azt mondják, hogy Uram, mikor állsz rajtunk, meg értünk bosszút. Új szövetségi hívők bosszúért imádkoznak? Új szövetségi hívők mindig megbocsátásért imádkoznak. Láthatjuk Istvánnál is, meg Jézusnál is. Itt valószínűleg a nyomorúság mártírairól vannak szók, akik nem a úgymond keresztény kategóriába tartoznak. És azért van az oltár alatt a vérük, mert a mindennapi áldozatot, mikor feláldozták Jeruzsálemben, akkor az áldozati állatnak a vérét felfogták, és az oltár alá öntötték, ami a Kidron patakjába folyt ki. Flavius beszámol, hogy volt olyan páskaünnep, amikor 266 ezer bárányt vágtak le. A páska ünnepen elképzelni, hogy milyen dolgok történtek ott. Hát itt is erről beszél az igaz, hogy az oltár alatt vannak a mártíroknak a lelkei és a vére. Majd következik a földrengés, a nap és a hold elváltozása. Itt valószínűleg a földet körülvevő ózonpajzsnak a sérüléséről, vagy részleges megsemmisüléséről lesz szó, ahogy majd fel fognak ezek tekeredni. És nagyon érdekes, hogy a föld királyai el fognak majd bújni a barlangokba, mert tudni fogják, hogy az Istennek a harangja, tehát ezt még ők is tudni fogják. És aztán következik a kürtök és a harsonáknak a felnyitása. Belépünk a 7 kürtnek az időszakába, ez mindig az első 3,5 év. Jégeső, tűz, vérkeveréke és a csapás következményei. Ahogy mondtam, ezek már nem természetes módon magyarázható csapások lesznek. Egyre fokozódnak a csapások. Tűzelégű hegy a tengerben, sok minden el fog majd pusztulni.
1986-ban ortodox szerzetesek Oroszországba világvégét kiáltottak, ugyanis a Üröm csillagnak a lehullása kapcsán, amiről olvashatunk, a héber nyelv, vagy a ukrán nyelvben az Üröm az úgymond Csernobil, és ők azt hitték, hogy amikor Csernobil felromlott, az Üröm megérkezett, és akkor beléptünk a kataklizmába. Hát ők ekkor már erről így gondolkodtak, és ez nagyon érdekes dolog volt. Nap, hold, csillag elsötétedése, itt is a fokozódó csapásokról van szó. Többféle elméletek vannak, amikor a hold harmad részéről is majd beszél később is az ige, hogy lehet, hogy az időszakok is lerövidülnek, tehát lehet, hogy ez a nap egyharmaddal való elsötétülése, lehet, hogy azt jelenti, hogy 16 órás napok lesznek, nem pedig 24 órás időszakok. Ez is érdekes, csillagászok már gondolkoznak ennek a megfejtésén. Majd megnyílnak a mélységnek a kútjai, és a tömeggyilkos angyalok elszabadulnak ebben az időben, és Isten ekkor lezárja a kegyelmi időszakot. Van még egy pár percem, és akkor befejezném. Mert még 7 óra van. Bírják a testvérek? És akkor ekkor fog bekövetkezni valamikor a trombiták ítéletén a Gog és Magog inváziója. Ez fordulópont lesz a nyomorúság közepén is. Ezékiel 38:2-6-ig olvashatunk erről, hogy Istennek egy proféciája van Gog ellen, Magog földjén, Rós, Mések és Tubál ellen, akik meg fogják támadni Izraelt. Itt van egy rövid térkép, pirossal van Rós, ez a mai Rasszia, tehát Oroszország. Magog, ez az Oroszországból a 90-es években kivált, jelenleg iszlám többségű államok, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán és ezeknek a társai. Akkor ott találjuk Iránt, a perzsákat, akkor a Törökországot, illetve az afrikai térségben Líbiát, egészen az egyiptomi térségig, majd a etióp térséget. És ha jól megnézzük ezt a térképet, akkor azt látjuk, hogy ez az invázió Izrael teljes megsemmisülését fenyegeti, és ilyen természet fölötti módon fog majd beavatkozni. Ami nagy zárójel, azt majd testvérek nézzék át a Zsoltárok 83. könyvében, az Izrael állammal szorosan környező népek, tehát Jordánia, Libanon, Szaúd-Arábia, illetve a libanoni térség, hogy azok kapcsán egy külön profécia van. Az, hogy ezek most össze fognak fogni, vagy két különböző támadás lesz, ennek a részleteiben most nem fogunk belemenni, de mert ez lesz a legnagyobb invázió, és ezt a természet, ezt a hadjáratot, amit Izraellel kapcsolatban úgy ír az ige, hogy békességben és biztonságban lakik, amit a 7 éves szerződés által biztosítnak az Antikrisztus, a természet fölötti módon Isten beavatkozik, és meg fogja semmisíteni ezt a hadsereget, és olyan módon meg fog gyengülni, hogy az Antikrisztus innentől kezdve gyakorlatilag mindenféle ellenállás nélkül át tudja venni a globális hatalmat. Mert az, hogyha megnézzük mondjuk egy Oroszországot, illetve volt szovjet tagköztársaság államai, elég komoly katonai erőt képviselnek, és azért bármennyire is erős egy európai antikrisztusi hadsereg, azért mégiscsak elég komoly ellenállás szülne, hogyha a Közel-Keleten bármit is csinálna. Itt két hangsúlyos profécia van. A Ezékiel 38:8-ban olvashatunk erről, hogy a fegyvertől megnyugodott területnek írja, és bátorságban lakozónak írja Izraelt, tehát az antikrisztusi szövetség fogja majd számukra ezt biztosítani. Itt találjuk most Izraelnek a területét, és mely nagyon fontos profécia ezzel kapcsolatban. Az Antikrisztus Izrael hegyeire fog felvonulni, és ez a profécia 1967-ig nem teljesedhetett be. 1967-ben foglalja vissza Izrael azokat a hegyeket, amelyeket az Antikrisztus, illetve a Gog és Magog serege meg fog majd szállni. Ezek a Jordán felső folyásánál lévő, a Golán fennsíkról kiinduló térségről beszélünk. És még csak itt visszaugranék egy fél percre a térképre, hogy nagyon érdekes, hogy ha megnézzük itt ezt a térképet, akkor egy országot nem látunk ebben a koalícióban, illetve három országot. Ami a Közel-Keletnek befolyásos országa, de hármat nem látunk. Az egyik Egyiptom, a másik Jordánia, a harmadik pedig Irak, Babilon. Nagyon érdekes, hogy az utolsó időkben, és ha ismerjük egy kicsit Izraelnek a újkori történelmét, tudjuk azt, hogy 79 óta Izraelnek két állammal van békeszerződése, Egyiptommal és Jordániával, Irakot pedig gyakorlatilag felszámolták, és egy ütköző zónává tették
majd a későbbi háborúk esetére, amikor nagy hatalmak háborúznak, annak mindig egy ilyen pufferzónát hoznak létre. Második világháborúban ez volt Lengyelország, Európában most Ukrajnát akarták ilyen háborús övezetté tenni, majdnem sikerült nekik, a Közel-Keleten most jelenleg Irak, ez azért is lett felszámolva, és Krím-félszigetének az annektálása a oroszok részéről azért is viszont valamilyen szinten profétikus beteljesedésű, mert így, hogy nem bérlik, hanem ténylegesen tulajdonosai az oroszok jelenleg a Krím félszigetnek, így Tógármával, vagyis Törökországgal is, a tengeri úton is, de teljesen határosak, és így a koalíciónak már semmilyen akadálya nincsen, hogy bármilyen hadsereget lehessen mozgósítani abban a térségben, mert nem kell különböző országokon, akár Ukrajnán, vagy akár a voltak köztársaságokon keresztül menni nekik, és még csak zárójelbe jegyzem meg, hogyha az utolsó idők proféciáit nézik a testvérek, a médekkel kapcsolatos proféciák azok a mai kurdok. Tehát ha a médekkel kapcsolatos proféciákat néznek a testvérek, akkor azok a mai kurdokkal kapcsolatos proféciák. Érdemes ebből a szempontból is megnézni ezt a dolgot. És akkor a nagynyomorúság fordulópontja, ahogy mondtam, a Gog és Magog inváziója, amikor Isten megsemmisíti ezt a hadsereget, az Antikrisztus kisajátítja ezt a győzelmet, beül a templomba, felszámolja az összes addigi vallást, és magát Istennek állítja ki, felállítják a nagy pusztító utálatosságot. Szó szerint úgy lehetne fordítani, egy olyan utálatosság, ami öl, tehát valószínűleg lehet, hogy egy elektromos árammal vagy bármivel, oda viszik valakit a bálvány elé, nem hajol meg, egy elektromos transzferencia is azonnal meghal az illető, tehát ebben a mai technológia mellett ennek semmi akadálya nincsen, és az egésznek a gyökere abban van, hogy a sátán a második levegő égből ki lesz vetve, lehajintják a földre, az Antikrisztusnak adja a hatalmát, ráadásul olyan módon adja az Antikrisztusnak a hatalmat és a fenevadnak, hogy amikor a hamis profétának, hogy amikor az Antikrisztus halálos sebet kap, nem hal meg. Miért? Mert a halál és a pokol angyala is alá lesz vetve neki, ezért nem fog meghalni, és a fenevad és a hamis proféta pedig majd a Jelenések könyvében olvashatunk, hogy nem meghalnak, hanem elevenen vettetnek a kénkülégű tüzes tóba, azért, mert a halál és a pokol szelleme nem fejti ki rajtuk a hatalmát, hanem élve is elevenen lesznek bedobva. És ekkor kezdődik majd igazából a Jákob nyomorúsága, erre olvashatunk, hogy Jeremiás 30-7-ig terjedő ige szakaszban, Zakariás 10.11-ben és Dániel 12.1-ben. Nagyon érdekes, hogy a Mihály arkangyalról mondja az írás Izrael nagy fejedelméről, Dániel 12, hogy már a végidőkben fel fog kelni Izrael védelmére, és pont akkor történnek ezek a természetfölötti események Izrael életében is, amikor az Antikrisztus elkezdi üldözni őket, és az Antikrisztusnak az a terv, hogy Izrael teljesen megsemmisítse, felszámolja, mert ha az utolsó zsidó is meghal, akkor nem teljesedhetnek be az ószövetség ígéretek, az atyáknak tett ígéretek, ezért volt az, hogy a nácik is a falvakban az utolsó csecsemőt elvitték, hogy megsemmisítsék, hogy nehogy írmagja is maradjon a zsidóságnak. És ekkor, amikor a sátánt levettetik, illetve a földön az Antikrisztus elkezdi a hatalmát, akkor tulajdonképpen a szellemvilág és az anyagi világ egyfajta szimbiózisa fog létrejönni, és egy nagyon nagy kegyetlen időszak fog bekövetkezni az emberiség életében. Ez a nagy nyomorúságnak a nagy nyomorúsága. Ha csak akkor ott látom, igen. Itt van egy kis összefoglalás a Dániel és a Jelenések kapcsolatán, a kicsiny szarv és a tengerből feljövő fenevad, teljesen ugyanarról szólnak ezek a kijelentések, mind a kettő ugyanarról a szeméről szól. Itt a időszakról olvashatunk, hogy Dániel beszél ideig, időkig, fél ideig, a Jelenések könyve is ideig, időkig, időnek feléig, 42 hónapról a hét feléről, tehát teljes összhang van a két kijelentés között, és végül Isten kiönti a harag hét kelyhét. Itt nagyon fontos a 14. rész 9-től 10-ig terjedő ige szakasza, és csak egy mondatot szeretnék kiemelni, hogy ez a harag elegyítetlenül töltetik ki. Ez azt jelenti, hogy nincs kegyelem. Amikor Isten valamit elegyít, és mondjuk hígít, akkor van kegyelem és hírgalom. Amikor elegyítetlenül tölti ki a haragját, akkor nincs hírgalom, nincs kegyelem. Az utolsó hét csapás, azt ha megnézzük, nem fogunk végigmenni rajta, a harag hét kelyhe tulajdonképpen arról szól, hogy Isten szisztematikusan felszámolja az antikrisztusi birodalmat. Az infrastruktúrát, a gazdaságot, a politikai, katonai dolgokat,
és folyamatos támadás alatt lesz majd a Föld, és hogy Isten ezáltal áll bosszút majd az övéért, és nincs irgalom, és nincs kegyelem ebben az időszakban. Itt csak egy csapást említenék ki, amikor az összes vízforrás és víz vérré válik, tehát tiszta ivóvíz nem lesz elérhető a Földön, még az sem, amit bespájzoltak az emberek, minden vérré fog válni, minden egyes víz. Most csak halkan kérdezem, hogy gondolkozok, hogy az egyház még itt lesz, Isten vért itatna az ő népével. Valahogy ezt úgy nehezen tudom elképzelni, hogy a hívőknek vért kellene innünk ebben az időszakban. Ezt sem tudom teljesen összeegyeztetni, úgyhogy ez nekem is így problémát jelent. És a hét csapással egy időben a vallási Babilonnak a pusztulása, az, ahogy mondtam, már korábban megtörtént, erről a 17. fejezetben olvashatunk, a 18. fejezetben pedig a gazdasági Babilonról van szó, amikor a gazdasága omlik össze az antikrisztusi birodalomnak, és innentől kezdve a kereskedők is sírni fognak, hogy elvétedett az árujuk és a gazdagságuk, és majd ezután következnek a megiddói események, amikor a föld királyai és fejedelmei felkelnek az Úr ellen, az antikrisztus összegyűjti a akkori földön élő királyok nagy részét, hogy Armageddonba összegyűjtse őket, ott háború nem lesz, csak gyülekezés lesz, és miközben az antikrisztus elhagyja Babilont, az ő székhelyét, akkor olvashatunk arról, Ézsaiás 13-ban, Jeremiás 51-52-ben, hogy a médek egy kisebb koalícióval meg fogják támadni majd az antikrisztusnak a birodalmát, felszámolják a Babilon maradékát, és az antikrisztus nem fordul vissza, hogy elfoglalja, vagy visszafoglalja a városát, hanem élére áll ennek a koalíciónak, és megtámadják Jeruzsálemet, erről olvashatunk Zakariás 13 és 14-ben, és miután megtámadták Izraelt, Izraelen belül kitől egy polgárháború, még Júda is Izraelre fog támadni, Izrael sem fog tudni megegyezni, egy polgárháború fog kialakulni majd Izraelben, és az antikrisztus és a serege, miután megtámadták Jeruzsálemet, a csapata egy részével, egy Ézsaiás prófétánál olvashatunk erről a 63. fejezetben, Bokrába fog majd vonulni, ahol a maradék zsidóság fog majd élni, hogy megölje az utolsó zsidót is, akiket Isten természet fölötti módon elmenekítette és megőrzött. Ekkor fog majd visszatérni az Úr, és Ézsaiás 63-ban olvashatunk arról, hogy ki az, aki jön Edomból, Bokrából, vérvörös ruhában, a sajtót egyedül tapostam, Jézus felszámolja az antikrisztusi szövetséget, és az Olajfák hegyére megérkezve megnyílik az Olajfák hegye, és Jézus Josafát völgyébe megy, ahol a megmaradt csapásból megmaradt népek, és a hadakozásból megmaradt népeket maga elé fogja állítani, hogy megítélje őket azt szerint, hogy az ő népével mit tettek. Erről olvashatunk a Máté Evangélium a 25. rész 31-46. Terjedő szakaszában, és a Jóel próféta könyvének 3. részében, és ekkor Jézus Krisztus majd dicsőségesen beül az ő királyi székébe, miután ez megtörtént, az egyház átveszi majd az uralmat a föld bizonyos térségei fölött, a 12 apostol elkezdi majd ítélni Izraelnek a 12 törzsét, és a föld egy teljes restauráción, egy teljes rehabilitáción fog keresztül menni, és ebben már nem fogunk belemenni. Izraelben beteljesednek az áldások, illetve egy áldás lesz a föld népe számára, a gyülekezet Krisztussal együtt fog uralkodni és kormányozni, a nemzetek egy gyógyulást fognak kapni, megismerik Istent, kötelező lesz majd Isten tiszteletre járni, és a gyakorlatilag megsemmisült földi természetes élőhelyeket Isten helyre fogja majd állítani, és restaurálja majd az egész földet, és egy hatalmas jólét és békesség és biztonság fog majd beköszönteni erre a földre. És a Jelenések könyve 21. részén olvashatunk, hogy új ég és új föld lesz, Isten mindent újjá fog majd teremteni, és én kívánom azt, hogy valamennyien vegyünk részt ebben az új égben és az új földben. Elnézést, hogy a végén egy kicsikét úgy tőmondatokban beszéltem a végidők eseményéről, hiszen rengeteg profécia szól ezekről, és hát kellemes elragadtatást kívánok mindenkinek.